délután, a kormány mögött vagy kint az utcán. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 16 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt, hello Feri, hello Jani. Hello. Hát jó reggelt, jó szárazat. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Igen, száraz reggel talán ez a legjobb, amit lehet mondani ilyenkor. Azt kívánnánk, ugye? De még mindig nem az. Most nem esik? Jó, most nem esik, csak lefagyott. Legalábbis felénk. Vagy csomó helyen. Ez mi volt tegnap, gyerekek, ez a 12. kerületi káosz? Mert nekem ez kimaradt, és én ma reggel hallom, hogy mi történt. A lehulló ágak, által útlezárások, felszólítások, hogy senki ne menjen arra, senki ne menjen onnan el, se iskolába, se óvodába. Mi esett ott? Na most hát azért ciki, mert reggel elvitted a gyereket, bocsánat, aztán leesett ez a vacak, igen. És nem tudtad hazahozni, hiszen nem mentél el, azt mondták, ugye, hogy ne menjél érte. Gyakorlatilag az történt, hogy ráesett az ónos eső, vagy ahogy felénk mondják, olmos eső, ráesett a faágakra, leszakadtak, lefagyott minden. Az olmos súly leszakította. Na most ez nem csak tegnap volt, én most itt ránéztem az SMS falra, gyakorlatilag van olyan Buda környéki település, ahonnan se kicsebe. Igen, de onnos eső máskor is volt, azon gondolkoztam, amikor ezeket a híreket hallottam, leginkább reggel, mert tegnap este nem nagyon tudtam internetezni, de hogy máskor is volt ónos eső, tehát ez nem egy egyszeri alkalom. Ez, és most mi történt? Ezek az ágak egy év alatt megnőttek, és most ráesett az ónos eső? Hát tavaly is volt, tavaly előtt is fagyott. Tehát hogy az volt a baj, hogy folyamatosan nőtt ugye annak a jégnek a súlya, ami ugye ellepte a fákat, és a legdurvább az egészben az, hogy nem csak egyszerűen kisebb gajak, vagy ilyesmi, vagy ágacskák, hanem ilyen combnyi vastagságú faágak, vagy fatörzsek, és konkrét fák is dőltek ki, gyökerestől. Azért az kemény. Igen, néztem én is a képeket ma reggel. Az egyben szép is egyébként, hát nagyon szép maga a természet, amit csinált, ezek a nagy ágak, ahogy így hajlanak lefelé. És meg nekem a piros tűzoltó autók is tetszenek. De az igen, igen. De önmagában ezek a természeti képződmények nagyon szép, csak az ember ott lakna, lenne való mondjuk a Börzsönyben. És akkor dobogók felé is, ahogy az út kinézett, az gyönyörű volt. Nyilván, aki arra lakik és nem tudott hazajutni, az most mondja, hogy talán nem biztos, hogy ezt a szót használná. De önmagában ez nagyon szép volt, csak igen, szóval a dobogókőfel is hallottam. Azt is lezárták. Óriás káosz, igen. Mondjuk ott nagyon szép az a Pilisszent kereszti út, ahogy megy föl dobogókő felé, meg Pomázról, az gyönyörű. Szép, az nyáron. Ja. Az nyáron, az nagyon. Mi ősszel is, a sárga levelek, de ilyenkor is szép, csak aki ott lakik, és mondjuk jönne dolgozni, vagy menne Esztergomba mondjuk dolgozni, az most meggondolja, hát nem mennek sehova. Na hát ilyenkor jön elő egyébként megint az a hivatkozási alap, hogyha egy pár fokkal ugye alacsonyabb lett volna a hőmérséklet, akkor mindez nem ónos eső formájában hullik le ez a csapadék, hanem hó formájában. Hát igen, erről elmondtuk a véleményünket az ónos esőről, hogy ennél értelmetlenebb dolgot a természet nem nagyon tudott kitalálni. Mindennek van értelme, amit a természet hogy van. Okoz, de ezt még mindig nem fejtettem van. Meg. Na. Előregedett faágakat tör le az ónos eső. Ez jó. És meg tud fiatalodni ott a fa. Én külön örülök neki, mert ma megyek új kígyósra anyámért, szerinted? Az hosszú túra lesz. Ne menjek, vagy mi legyen? Én arra nem olvastam rosszat, szerintem. Meg hát autópályán mész egy csomót, nem? Indulj el. Időben most. Autópálya, nem? Hát a felé, nem, várjál, hazudok, mert azt mondja, Kecskemétig, és onnantól kezdve 44-es. Bárki bármikor indul abba az irányba, az hát nem tudom, készítse magával egy kis hideg élelmet, vagy ilyesmit. Nem irigylem tőled ezt a túrát. Na. Eljöhetsz, dumcsizunk, nem tudom, tudsz internetezni a anyósülésen nyugodtan. Üldögélek ott a kis telefonommal, szórakoztatlak, nevetgélünk, kicsit internetezek. Igen, ez ma nem lesz egy rövid túra, de nincs nagy káosz az országban. Tehát ez a rész, a 12. kelet, meg a dobogókői rész, Esztergom dobogókő, tehát a felé van most a tűrület. Egyébként szerintem nem vészes. Reméljük, így is marad. Úgyhogy ez biztos így is marad, reméljük, igen. Nem egy egyszerű dolog. Na, képzeljétek el, mi történt tegnap. Hát mi ugye most már elég régóta, és még elég hosszú ideig lakásfelújításban vagyunk benne, ilyen belső kis renoválásban. Természetesen tegnap hallgattak minket a festők is, akiket egyébként nagyon szeretek, mert rettenetesen precízen dolgoznak, és nagyon tisztán, úgyhogy megkönnyítik nekünk ezt az átmeneti helyzetet, és hát miben jelentek meg? Természetesen papírcsákóban, hiszen Balázs jelezte, hogy a festő az de a papírcsákótól. Mondtam, ja, hát mondtam, hogy le van rajtuk papírcsák, igen, mondtad, hogy nem hülyék, hanem festők. Nem hülyék, hanem festők, de ezek szerint humorizékük is van, nem csak a szakma mesterei, úgyhogy papírcsákóban jelentek meg tegnap, és kérdezték, hogy mind de rendben van-e így, és mondtam, hogy hát innentől kezdve, srácok.
Na, nincsen rajtatok. Nincsen rajtatok fogási felület. De rendesek, ezt úgy imádom, amikor valaki hallít valamit, és megcsinálja. És megjeletek papírcsákokat. Szép volt, srácok, köszönöm. De régen tényleg használtak ilyet, nem? Tehát a klasszik papírcsákó, hogy ne legyen festékes. Nem lehetett a hajad, ne legyen festékes, igen. Nem, annak idején még nem volt ez a nagy választék ilyen munkavédelmi ruhából, mert most van rendes fehér kezes lábasú, igen. Tudod, meg rendes ilyen hajhálós sapkájuk, de ez annak idején nem volt, úgyhogy melós ruhát fölvetted, meghajtottál az aznapi népszabiból egy csákot. Gyerekek, mit látok én itt? Karsai Na. Zita és Gianni együtt? Hát mit olvas hát, az ember? Karsai Zitát olvastál? Ja nem, Pataki Zita. Nem. Debreceli. Van még Zita, jó van, hát annyi Zita van, gyerekek, itt most az egyik zuhanyzik egy német műsorban, a másik összejön az olaszszal. Hát mi történnek? Az olaszszal? Az olaszszal. Összeszerelmesedtek valami buliban, egyébként már Gianni ugye évek óta keresgéli az igazit, hát ha most megvan. És eddig elkerülték egymást a partikon? Szerintem biztos, hogy volt sok ilyen olyan parti, amin mind a ketten azért előfordultak, mert nem azért volt mozgolódnak mind a ketten. Rá, aha. De tényleg ez most milyenek vagytok? Az úgy van, hogy egyszer csak az ember eljárkál partiról partira, találkozik ezzel azzal, és most ők összeértek. Ki ez a lány? Ki? Az ott? Igen. Ja, azt nem tudom, nem ismerem. Nem ismered? Pedig olyan sokszor látok már. Ja ne, ja ott mellett, ja az Ita. És akkor így összesöndörödtek. Összesöndörödtek? Első látásra. Na most egyébként azt ja, írja... Ja nem, első látásra pont 30. látás. Nem, századik. 30. látásra szerint. Azt írja a búvár újság, hogy vagy látták őket csókolózni, tehát ez még bármi lehet. Te egymással? Ez azért ez még sok mindent jelentett. Még azt is akár, hogy nem összejöttek, hanem más. Egymással csókolózni látták őket? Igen, állítom. Tehát nem úgy van, hogy egy mással és ettől ők összejöttek, hanem egymással csókolóztak, és ezért van. Egyedül vannak voltak, ugye? Most már az Itáról se hallottunk régóta semmit. Igen, mondjuk az a pikásabb, tehát hogy mind a ketten boldog. Boldog házasságban éltek, valahogy érdekes, akkor még így is összetudtak. De a szerelem az utat tör magának. Nem azon gondolkodtam, hogy mind a hárman nagyon érzékenyek vagyunk a celepírekre. Igen. Tehát, hogyha egyébként olvastunk volna valamit Zitáról, akkor se tudnánk. Még nem nagyon vagyunk Zita magánéletével tisztában, nem mintha nagyon hiányoznám. Ki látott már új 10000-est? Képzeljétek el, hogy én nem. Újat, akár hiszitek, akár nem, én nem. A tegnap láttam a tévébe, és állítólag nagyon csajos lett, mert hogy ilyen rózsaszín árnyalatokban játszik. Én nagyon szeretnék egyet. Állítólag azt mondják, hogy a régiekből egyszerre hármat lehet az MNB-ben beváltani. Tehát de négyet neked, nem, ötöt, hármat. Igen. Neked kell behordani a régi tízezreseidet? Hát ha hozzá akarsz jutni nagyon gyorsan egy ilyet, tehát nem várod meg, amíg mondjuk így a hagyományos forgalom, hogy utána bemész a közértbe, és akkor egy 20-asból visszakapsz egy 10-est, meg akármit, és az új. Aha. És hármat. Nagyon. Tehát, hogyha bemegyek az MNB-be, hogy milyen. Akkor kapsz? Akkor kapok. Hármat. De azért te cserébe valamit, vagy csak kapsz hármat? Na, akkor hát, szóval most két húzást kell érte adni, mert egyelőre még nagyon kuriózó gondolom. Az menő. Na, de hogy tényleg megnézném, mert olyan szép lett, nem? Én vagy is, olyan jól néz ki. Mondták például, hogy sokkal jobban kezelik a bankjegyautomaták. Hát én azt gondolom, hogy ez minden új bankjegynél így lehet, kb. Hiszen de... még nem gyűjtött, nem én használt, nem szakadt. UV-fény alatt, hogyha megnézed, akkor egy csomó új, mindenféle rejtett jelzés van rajta. Mátyás király az, ja nem, Szent István, bocsánat. Jó, most, na. Ne, hát csak mondani akartam, hogy a Mátyás király édesapja volt egyébként Korvin Jánosnak, ő szervezte meg a fekete sereget, ami az első zsoldos hadsereg volt. Tehát, hogy csak információkat akartam ellátni, ide nem. Most jó, ugrottál 500-at, na most 500 év ide vagy oda, most nem mindegy. Hát nem annyira áruhás a Mátyás király, ugye, mint a népmességben, hogy Szent István lett belőle. Szóval, hogy Szent István ugyanaz. Tehát ugyanúgy néz ki, de igazából komolyabb változások, van az a fémcsík. Mi menő lett volna holdalt felnyílt hajjal, mit tudom én, menjen pánk frizurával. Vagy a másik is megnézhetjük, vagy szemből. Igen, tehát nem csodálkozom, hogy nem változott. Hát egy kevésbé ismert ábrázolás a Szent István. Igen, holdalról pánk frizurában, mit tudom én, egy cilinderrel a fején mondjuk. Az érdekes lett volna. De ez valahogy ezen kevésbé lepődöm meg, hogy ugyanúgy néz ki Szent István. Tehát ahhoz hozzányúlni az bátor. Szerintem. Mit tudom, adnak neki ilyen göndörfürtöket, egy baseball sapkát, meg egy napszemüveget. Szerintem az menő lett volna. Leveszi a koronát, leheli. Takarítja nagyon, igen. De állítok, már minden van ezen. Tehát ez már olyan hamisítás biztos. Meg akarok nézni egy igazi modern bankjegyet. Hogy ez most hamisítás biztos, és vízjel, és ez, és az, és dombornyomás, és ilyenkor nem merül fel az emberben, hogy akkor most a többivel mi lesz? Hát szerintem, ahogy fejlődik a technika, egyre jobbak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az előző is rossz volt. Nyilván azt is nehéz hamisítani, de ezt már szinte kizárt. De akkor most a többinek nem kell zárkoznia utána.
Szerintem szépen lassan. Ennyire. Az 5000-es új, de szerintem mert most a pénzhamisítők azt mondják, hogy na basszus, a 10-es most már nem megy, akkor a 20-asra koncentráljunk meg az 5000-es. Hát átállunk. A 20-as újabb, mint a 10-es, azt szerintem igen. Jobb. Aha, mint a régi 10-es. Aha, 5000-es. Igen? Aha. Jó vagy kezek. A régi 20 forintossal, vagy a régi papír 100-assal próbálkozok, például óriási sikereket tudsz elérni. Igen, régi 50-essel szerintem az simán 100-as. Na most látszik ez az onos eső, gyerekek, azt nézzétek, itt mutatja az egyik kereskedelmi csatorna, ez egyébként tényleg durva, tehát egy háborús övezet lett fönt a 12. kerület. Nagyon súlyos. Vágják ki a fákat, az autóra brutálisan ráfagyva, úristen, még egyébként tényleg szép, tehát amikor ilyen fehér a burkot szobából, kapnak ja. A fák, igen, a szobából, de ott kint, oda néz, az egészet ki kell vágni. Ez ott megszórja az autódat, az nagyon kemény. De ez az alkó? Ja. Igen. Na nézzük, mit érnek a hallgatóink így kora reggel. Jó, kinek mi jutott eszébe, ki mivel álmodott, mit akar velünk megosztani, merre van, mit csinál. Gyerekek, mi van ma? Nézzétek ezt. Az oké, de hogy ezt a fajta SMS mennyiséget nem vagyok hozzászokva. Hát nézd, tele vagyunk. Tele vagyunk SMS-ekkel. Azt mondja, hogy tegnap Rutánc Jani, ma meg Rózsaszín 10000-es. Mi történt? Igen, egyre több áron felőjel van. Fura kezdesz egy picit lenni, igen. Azt mondja, hogy Gödöllő és Kerepes között van valami. Szilas-ligeten egyszerűen kitették a magyaródi utasokat a Hungaroring Kerepesi szélén az esőbe, sötétbe, a Hév Gödöllői szakaszán. Kedves BKK írja valaki, hát nem tudjuk pontosan mi történt. Köszönjük, Kerepesen tegnap délután óta nincs áram. A hármas út Gödöllő és Kerepes között éjjel leginkább háború sújtotta övezetnek tűnt. Ezt Enikő küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az 50 perces út 7 óra 20 percig tartott a szolnoki vonalon, gyerekek! És merre van Szolnok? Békés Csaba felé. Atya Kerszi. Isten! A tegnap esti 50 perces út 7 óra 20 percig. Igen. Aha. Jézus Mária! És további késések várhatók. Hogyha valaki hallgat Ákos híreit, akkor tudhatja, hogy ezen a vonalon sajnos további késések is várhatók a mai napon. Felszesz egy vonatra, ami 50 perces elvileg és 7 órát utazol? Hát várjál. Ne! Van egy sárga. Azt olvasd el. Húgom tegnap délután így kezdődött. Jézus. Húgom tegnap délután 4 óra után indul Pestről Békés Csabára, és most reggel 6 után ért be. Több megdöbbentő. 200 kilométert, csak mondom. Szerencsére fűtés volt a vonaton. De 14 órát utazott. 14. Délután 4-kor felszállt, reggel 6, az 14 óra. Atya, úristen, elrepülsz innen Los Angelesbe. Ja. Ázsiába, igen, Pekingbe, bármit, szinte bármit. Becsekolással együtt. Becsekolással mindenen együtt, ott vagy Los Angelesbe. Egy frankfurti, egy londoni járatról. Atyaisten! De mi történt? Ezt nem is olvastam. Hát gondolom, lefagyott a sín ugyanaz. Tehát a ónos eső, az ugye arra is fagy, és akkor azon meg nem tud a vonat mit csinálni. Ez most nem máv hima, gondolom én. Atyaisten! Egy óra, egy perckor jött az üzenet, gyerekek. Sziasztok, vonaton vagyunk, már 8 órája állunk. Senki nem foglalkozik velünk, segítsetek hazajutni, Csaba. Ezt írta 1 óra 10 perckor. Ez most 6-kor küldte volna, akkor átcsörögnénk, hogy próbáljunk valamiben segíteni. Vagy ha valahol áll a vonat, akkor arra küldeni egy olyan autót, ami péksüteményt szállít, uh-huh. Vagy multi, vagy hiper, és hát ha le tud adni, mit tudom én, 100 darab sós kiflit, meg 50 darab kakaós csigát. De 1 óra 10-kor már valószínű, az illető hazajutott, de azért felhívjuk. Igen, itt ebben az esetben mennyire jó fejek voltunk a 17. kerület önkormányzat péksüteményt is küldött nekik. Na igen, erre gondolok én is. Ez egy szimpatikus dolog. Hogy valamit küldeni nekik. Ha valaki bajban van és ott ül a vonaton, írjon nekünk, jó? Minden SMS-t látunk, úgyhogy nyugodtan szóljatok, vagy elakadtatok, vagy bárkinek segítségre van szüksége, úgyhogy hallgató segít hallgatónak, úgyhogy nyugodtan. Azért az milyen, hogy elindulsz Pestről Békés Csabára, és félúton. Én mindig arra gondolok, hogy... Vágyad van. Igen, ez embernek is kemény, időseknek pláne. Én mindig arra gondolok, hogy nyilván gyereke szülőként, mi van ott a gyerek nálad? Tehát egy óráig oké, két óráig oké, lekötöd, játszol vele, de mondjuk egy 50 perces útra vagy berendezkedve, kajailag, ital, stb. És ott van nálad egy 2 éves, meg egy 6 éves gyerek, és ülsz velük 8 órát, hát kihullik a hajad. Tehát ez megszülsz. Meg hát, hogy az alapvető szükségletekről ne is beszéljünk, hát ott gyakorlatilag állnak kint nyílt pályán, ott elviekben ugye nem is lehetne használni hát, szerintem ilyenkor engedik azért. De ilyenkor persze hát kénytelenek. És de nem, hogy mit adsz neki enni? Mit adsz neki inni? Tehát, hogy mi, igen. Hova teszed le aludni, tudod? Szóval, hogy fú, ez valóban nagyon kemény. Jó, na írjátok, hogy mi a helyzet, jó? Nyugodtan mehetsz új kígyósa, a 44-es jó volt. Még az M5-ös is jó. Jó utat neked, Drusám. Ferike küldte, úgyhogy menjél nyugodtan. Ja, hát belevágok, muszáj a mamát föl kell hozni, megnézik a szívit, úgyhogy menni kell. Igen.
Gyerekek, kis tarcsa, nagy tarcsa, Fót, Mogyoród, Isaszeg, Dány, Zsámbok, Túra, Valkó, Váczent László környékén elég nagy a káosz. Tegnap este óta áramszünet, leszakadt ágak, járatatlan utak, elég nagy a káosz. Sas 71 küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó, ha valaki bajban van, írja, hogy mi van, jó, és akkor próbálunk minden hallgatónkat, minden hallgatónknak segíteni. Játékkal hogy állunk? Hát jól. Jól. Jól, kifejezetten jól, 1-0 ide. Tényleg, te játszottál, előre jöttél, mondjuk... Ott vagyok a szemétdombon. Hát ott a hallgató ügyesen kimondta az igent a 8. Gyerekek, másodpercben. Karácsonyi kilovagolok, elhatároztam. De szép cél. Karácsonyi kilovagolok. Ez jó. Ki érén szavar sogolsz, vagy hogy mondják. Ki szamaragolok, vagy mit csinálok. Na, drága Morning Show hallgatók, lehet jelentkezni játékra, valaki szeretne velünk játszani, írja nekünk SMS-t, jó? SMS számunkat mindenki tudja, Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9 perc óra pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk. Legyen így mindenkinek, itt vagyunk, hello, velünk. Így van. És ugye 1-0-ra vezetünk, ami azt jelenti, hogy az elvesztett múlt hét után talán esélyünk van arra, hogy szépítsünk, és a decembert egy nyert héttel kezdjük. Sose tanulod bizony meg, hogy mi nem vesztünk hetet, hanem adunk. Adunk? Adunk a hallgatóknak. Hát, lehet így is ideologizálni, igen, ezt is lehet mondani, de hát, igen. Ha teljesen őszintén akarunk lenni, jó, akkor el. Persze. Elvesztettük, de most 1-0-ra megyünk, úgyhogy... Úgyhogy végetek. Úgyhogy végetek van, reszkedtek. Igen, na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma, jó? Itt van a játékosunk, és ha minden igaz, akkor mindjárt kerítek egy egeret is. És akkor utána már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Egy null ide. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello, azt nézem, hogy mit értekem az Anna, ki vagy, hello? Hát Jani vagyok. Jani, hello Jani. Jani, honnan hívsz minket? Hát most hagytuk el Ceglédet, Mezőberényből tartunk Budapest felé. Mikor indultatok? 5 órakor. Atyaisten, lehakítanád a rádiót egy picit, vagy bármi, ami ott szól, mert... Így jó? Jó. Hát nem alakul, jó. Még nem igazán jó. Majd akkor most. Nem, valami víz hangzik még mindig. Szól a rádiót, kapcsolt ki, vagy sokan vagytok, vagy bírk is hallgatja. Igen, 3-an vagyunk teherautóval. Most jó, aha, nagyon jó. Vagy most túl nagy az autó. Túlra lehalkítottam. Az sajnos, ők ezt most bukják, de egyébként nem tudunk nagyon beszélgetni. Szóval teherautóval mentek? Igen. Aha, és milyen az út? Hát ilyen esős-nyákás. Esős-nyákás, de lehet haladni? Lehet haladni, hál' Istennek nincs még ónos eső. Aha, jó. Mi a végcél? Hát Budapestről Újpestre megyünk, leltározni. Mm. Jól van, oké, Jani, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Így is van, jaj, nagyon jó az ötlet. Te mondtad, hogy karácsonyra ki akarsz lenni a izéből. Számon kérő pillantásokat vedett a vannára, hogy... hogy történhetett meg minden? Hogy? Miért nem hagynak engem békén? Jó, játszhatunk el, persze, hát a hallgató kívánsága szent, ha így szeretnéd, legyen így. Jó, Jani? Melyik? Ő vagy nem, ő? Nem, a Jani. Ja, de hát okay, ő is, Jani. Akkor na figyeljetek nagyon most, mert visszaszámolok. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, kérdezel? Vagy kérdezek én? Kérdeztetek. Kérdezél, akkor figyelek. Milyen autód van, Balázs? Milyen autóm van? Angol autóm van. Márka szerint? Hát, azt most kevésbé lehet nekem bemondani. Reklám lenne. Mondani? Reklám lenne, tudod. Te milyen autókat szeretsz? Mindenfajtát. Megbízható. Az a lényeg, hogy megbízható legyen. Aha. Mire akartál? Márkát bemondhatom? Tessék? Márkát bemondhatom? Mondjad. Dacia. Fia. Fiat, tudod mi a Fiat rövidítése? Fogalmam sincsen. Fabrique Italiano Automobile Torino. Ezt tudtad? Sejtettem. Maradjunk annyiban. És mit csináltok ma pontosan? Leltároztok? Igen, mert... Hogy nem
hisszük el. Apa, másodperc. 58 másodperc etetés után beszúrni a kérdést, és igen. Azt nem is értettem igazából ezt az autó, hogy milyen autó, mondom, rádió, hát ezt nem mondhatom most így ki, meg nem lehet, nem értettem egészen, mire akarsz kiukadni. Próbáltam megkérdezni, hogy kimondod-e, hogy szabad-e, vagy nem, de hát nem jött össze. Aha, értem. Azt a mindenit. Már majdnem passzív is voltál kicsit, de hát ugye ez mit se számít, hiszen kimondtad a tiltott szót, szép volt, ahogy mondjátok. Tényleg az volt. Ez mind csak azért volt, hogy legyere a szemét dombról. Önfeláldozó vagy, nagyon. Igen. Aha, bizony, de ha megverted volna, akkor most táncolnál a sírján. Igen. És zavarnál vissza a pöcegödör szélére. Jól van, így viszont ott vagyok a szamárnál, gyerekek! Kettő ide. Bizony. Ennyire hozzásegítettelek. Igen. De rendes úgy is jön a Mikulás. Nem, már itt van. Na, itt van. Tegnap óta itt van. Tegnap leszállt, jó lomukki. Így van. Megbetegedtek a rénszarosok, ezért repülővel jött. Igen. A breaking szerint. Janikám, köszi a játékot. Hát mondanám, hogy sajnálom, de tudod, őszinte ember vagyok. Nem hazudok, úgyhogy egyáltalán nem sajnálom. Jó? Köszi a játékot. Ciao. Hello. Apám, na, kész gyerekek, vagyok. Kettőből kettő. Jó vagyok. Jó vagy. Hát ennyi. Szerintem jó vagy. Ennyi. Simogasd meg a csirkéket, puszilgasd meg a tojót. Bizony. Hát gyakorlatilag 3 napunk van arra, hogy egyet behúzzunk, és meg is vagyunk. Így van. De most egy picit el lehet már felejteni. Ja? Csak hogy érzem. Elcsimogatom én ott a szamarat, el vagyok, fölülök rá, szamaragolok, vagy mit csinálok. Most egy picit játszatok. Most, amikor sikerszériád van. Nehogy az emberek, hogy ez csak úgy érted, ilyen vaktyúk is talál szemet alapon, érted, most így hirtelen megnyertél 2 játékot, mert nem. Szerintem bizonyíts be, hogy most már ez egy állandós útforma nálad. 3 lehetőséged van még. Igen, na gyorsan egy közlekedés hír, mert többen írják nekünk, hogy az M31-esen teljes út zárva mindkét irányba, ez Gázos Gergő küldte nekünk, úgyhogy gyerekek, arra ne menjen senki. M31-es nagy tartsa és az M0-ás lehajtótól már végig áll. Azt próbálom megnézni, hogy hol van ez. Igen, azt mondja, hogy M1-es, az nem az. Az most nem érdekes, mi van az M1-esen, az M31-es. Gödöllő Nagytartsa között a nagy feszültség áram rásett az út testre, és emiatt van teljes útzár oda-vissza, leszakadt felső vezeték. Tehát ez Pacsa is elküldte nekünk. Aki arra megy, aki ott van, aki arról jönne, az kerülje ki, mert hogy az M31-est azt el is vesztettük. 3 perc múlva pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket, talán jobban, mint bármikor, nagyon szükségünk van rá, hiszen rengetegen vannak úton, még talán bajban is tudunk egy picit ezzel segíteni, úgyhogy várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello, bello. Hello. Sziasztok. Hát gyerekek, igazából 7:30-ig hátradőlhettek, komolyan mondom. Na nem én. Hát olyan káosz van, hogy most elkezdek közlekedési híreket olvasni, menjetek, vegyetek egy grill csirkét, süssél meg egy tofut, vegyél valamit Móninak, vegyél valamit. Nem tudom kinek. Mindenek van határa. Jó, a veszek neki, nem tudom kinek mindenféle. Nem tudom kinek, de vegyél valamit. Gyerekek, káosz van. Tehát, hogy én nem veszek, te vegyél valamit, Móninak. Jó, szívesen, azt legalább tudjuk, hogy igen. Ki ugye. Húzzatok egymásnak nevet, hogy kinek ki mit vegyem, mert hogy őrület van tényleg. Elkezdem, de tényleg dőljetek hátra, döbbenet. Útlezárások, segítségkérő SMS-ek, áramszünet, baleset, ónos eső, úgyhogy... Hagyjuk is az egészet. Inkább beszéljünk valamiről. Gyerekek, nagyon durva. Na. Nagyon durva tényleg. Budakeszi út felől nem lehet a városba menni, visszafordítanak mindenkit, ezt Endre küldte nekünk. Az abszolút felejtő. Kerepesi út, Fogarasi út kereszteződésében szintén nem működnek a jelzőlámpák, rendőr irányított is, mindenki vigyázzon. Városlőd és Farkasgyepű között a 83-as főút teljesen lezárva. Opci küldte nekünk.
Aztán kérlek, mondjátok be, tegnap délben elment az áram Uribar, és a környékén semmi infót nem adnak. Talán, ha bemondjátok, valaki segít, nincs se fűtés, se víz, mindjárt visszajövünk valakit Uriból, és elmondja pontosan, hogy mi a helyzet. Kíváncsi lennék, hogy az idősok mit csinálnak, mert hihetetlen ez a hirtelen katasztrófa helyzet az ónos esőtől. Erre nem tudnak felkészülni? A katasztrófa védelem meg válságstábot alkotva melegedik valamelyik polgármesteri hivatalban. Nem, azért ez nem így van, dolgoznak nem. És mindent megtesznek. Gabi küldte nekünk, hogy milyen előrejelzés volt, az egyébként egy jó kérdés, azt én nem tudom, hogy szombaton vagy vasárnap jelezték-e, hogy ekkora káosz lesz. Nagykovácsi katasztrófa, az útra mindenhol fák dőltek, a város sötét, a busz sem jár az egész vonalon, nem jut el a végállomásig, Brian küldte nekünk. Gyerekek, áll az M31-es, ahogy mondtuk, leszakadt a nagy feszültségű vezeték, ketté tört a villanyoszlop, úgyhogy káó, se erre, se arra nem lehet menni. Győr irányában Nagyszentpál előtt torlódás van baleset miatt, ez a 83-as főúton van, András és Melcsi küldte nekünk. Kecskemét katonatelepnél baleset van, teljes útzár, a 441-es úttal párhuzamos földútra terelik a forgalmat. Miskolcon esik a hó, elolvad azonnal, mivel nincs hideg, az út nem csúszik ott, minden rendben, Gőr Kati küldte nekünk. Ami fontos, hogy Mátraházára senki ne menjen, illetve a Kékestetőre se, mert hogy a rendőrök nem engednek senkit Parácsasvár után. Nem lehet menni, lezárták az utat, ha valakinek ott van dolga, ne induljon el. M1-es autópályán Pest felé Tatabánya után óriási dugó, csirkeszállító kamion ütközött másik kamionnal, a mentést már megkezdték a tűzoltók, forgalmat rendőrök irányítják, üzeni Eszti. Csak a rend kedvéért baleset van a 8-as úton, Veszprém előtt Fehérvár felől, ezt üzeni Béka, és Haraszti Csepel hibátlan nem csúszik, ez pedig Mike küldte nekünk. Na, és van egy hallgatónk, aki segítséget kér tőlünk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Jani vagyok. Hello, Jani, jó reggelt. Honnan hívsz minket, illetve pontosabban mi hívtunk vissza, hol vagy? Hát most jelenleg Budaörsön, de Uriban lakom, és tegnap délután 1 órakor ment el az áram. Hajnal 2-kor egy ilyen, hát egy 5-10 percre visszajött, de azóta sincs. Uh-huh. Azóta sincs áram. Na most rengetegen nyilván lehet, hogy ott árammal fűtenek, vagy mindenféle elektromos eszközöket használnak. Persze, tehát ugye? A kazánhoz nyilván kell az áram, illetve a másik, hogy víz, az pedig víztorony van, tehát ahhoz is kell az áram, tehát reggelre már víz sem volt. Ó, esetleg az önkormányzathoz betelefonáltatok, hogy megérdeklődjetek, hogy mi a helyzet? Vagy mikor a várható tegnap változás? Tegnap délután azt mondták, hogy ugye érthető okok miatt ugye leszakadtak az ágak, és ez okozta, de hajnalban ugye, mikor visszajött az áram, akkor azért már reménykedtünk, de utána reggelre semmi nem lett belőle. A környező településeken se volt, tehát Sűsápon, Mendén, de ott most reggelre visszajött. Hát ha ezt valaki hallja, akkor egy kicsit meggyorsítja a munka folyamatokat. Jó? Jó, hogy elmondtad. Mit csináltok egyébként? Tehát nincs áram, most már víz sincs, otthon vagytok, vagy összegyűltetek valahol, vagy mit csináltok? Nem, mert eljöttem dolgozni, a feleségem, gyerekek otthon vannak, de hát szerencsére van kandalló, úgyhogy ezzel tudtunk fűteni. Aha, tehát garaszt így körbe tudjátok ülni. Vízettől még nem lesz, de hát azt meg gondolom vettetek a boltban, ivóvizet. Igen, az van. Nem is mondtak semmit az önkormányzatnál, hogy mi történt, mi várható? Nem, tehát hajnalban még nem hívtam őket. Mondom, én eljöttem olyan 6-7 hétkor azóta. Nem tudok pontosabbat. Jó, hát bemondtuk, és akkor hát, egy kicsit ez a dolgot meggyorsítja. Jó, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Vigyázzatok magatokra. Ciao, hello, köszi. Hát igen, ebből a pillanatban biztosan sok embert vigasztal, de azért szerdára csütörtökre már felmelegedést mondanak, még ilyen 5-6 fokok lesznek, és akkor valószínűleg el fog tűnni a ég ezekről. A vezetékekről is elsősorban valószínűleg ilyen vezetékszakadások okozhatták ezeket a folyamatos problémákat. Igen. A tegnapi vonatra, akik délután 3-kor felültek, hajnali 4-kor értek haza. Erről már beszéltünk ugye 6 óra után. Ez egyébként abszolút dermesztőtek, az ember bele se tud nagyon gondolni, hogy Jézusom, tehát mi van, ha tényleg ott ülsz gyerekkel. Nézem a MÁV Startnak a térképes vonat információját, és azon, itt a szolnoki vonalon, amit ugye többen mondtak, azon ilyen 8-9-11-19 perces késéseket ír maximum. Tehát vagy rendbe jött a dolog, vagy még nem találták meg a piros szint. Vagy a MÁV Start is lefagyott. Vagy ők is lefagytak. Igen, vagy egy tegnap előtti állapotot mutat a honlap, amikor még lehet, hogy minden rendben volt. A 8-10 perc az egészen barátinak tűnik ahhoz képest, amit itt az ember az reggel az SMS falon talált, tehát hogy az egész jó. Megtűnik egyébként, tehát hogy ez nem is egy hétköznapi, az ünnepnapi késés. Igen. Zöld, sárga, narancs, sárga pöttyök vannak, piros sehol. Na, hát az mindenképpen jó. Az M31-es melyik irányba áll, kérdezi valaki, mindkét irányba teljes út zár van, tehát egyik irányba se tudtok menni.
Kerepesen tegnap 15 óra óta nincsen áram, és csak hogy egy jó hírt is mondjunk, a 4-es jól járható. Arra mész majd? 4-es? Ah, nem. De te 44-es, vagy te M5-ös, és aztán nem is a 44-es, hanem ott Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely, így. Illetve Hódmezővásárhely, nem, Orosháza, úgy. De nem megyek még a 44-esre sem, mert ott sok a kamionos. Igen. Itt meg nem annyira. Na jól van. Írja valaki, ez az igazi úri-múri. Írja nekünk valaki, szegény. Igen. Humorizálva nyilván, igen, szegények. Nincs már baj az M1-esen, írja valaki, Tatabányánál csak egy egészen pici torlódás, úgyhogy ott jól lehet haladni. Ma egy kicsit több lesz a közlekedés, és talán nem is azt mondom, hogy kevesebb a téma, de ezt bocsássátok meg nekünk, muszáj segíteni azoknak, akik úton vannak. Lehet, hogy egy kicsit több közszolgálati elem lesz, de hát nyilván érthető, mert sokan vannak bajban. Az is milyen érdekes, ha belegondoltok, hogy itt most ugye ha szólnak a hírek arról, hogy nincs áram, nincs víz, hogy 60 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt még az én szüleim is, az anyám az úgy jártak útra a vízért fiatal korában, és hogy mennyire hozzászoktunk ezekhez az extrákhoz, hogy felkapcsolod a villanyt, és van, nem kell petróleumért menni, hogy kinyitod a csapot, és van víz, nem kell elmenni a kútra, igen, és azt nem kell megmelegíteni. És most kapunk egy ilyen helyzetet, hogy mennyire nem tudunk vele mit csinálni. Nem, hát mert az egész életünket ezekre a modern dolgokra építettük fel. Tehát, hogy igen, most már nincs, otthon nincsen petróleumlámpa. Igen, meg akkor arra voltál berendezve. Tudod, tehát az volt az egyszerűbb, hogy akkor ugye tudtad, hogy nem lesz. Most egyszerűen az ember hozzászokik, hogy a legtöbb helyen, hál' Isten, azért ott a fűtés, ott a melegvíz, sajnos nem mindenhol. De mit csinál ezeknek gázcirkolja, és mondjuk nem vegyes tüzelésű kazán. Semmit, hát nem tudsz mozdulni, se persze. Mert gyerekek, én tudom, milyen tönkre megy a kazán. Hát, ha na, valaki, én tudom, milyen 18 fokba összebújni a családoddal a nagyszobába, és azt mondja, hogy Beri, vegyél még föl valamit, mert még 10 óráig itt ugyanilyen hideg lesz. Sőt, egyre jobban esik a hőmérséklet, és ütögeted a termosztát, és látod, hogy 16, 15. Rá lehet. Biztos csak elromlott. Visszahozott 18-ra. Igen, egy kellő idő. Csak a hőmérő romlott el. Igen. Csak a hőmérő. Délután 4 órakor evakuálod a házat, elküldöd a családot belegebb, végkörletre anyóshoz, nagymamához, bárhova menjenek. Hagyjátok itt, én itt maradok, tartom a frontot, menjetek. És már csak egyedül így ilyen fagyott jégcsapok és csillárok közepette. Ha-hó, van itt valaki. És aztán délután, mit tudom én, 6-kor kopognak, hogy megjött a kazános. Tehát, hogy ezt mi 3 naponta. 3 naponta egyébként átéljük. Csak azt nem értem, hogyha valahol leragad egy vonat, akkor az miért nincs, hogy van vagy mentesítő járat, ami utána megy, vagy oda megy egy teherautó, oda megy egy busz, oda megy egy platósifa, bármi. Tehát, hogy miért nincs ilyenkor valami minimális összehangolódás, ami laikusként az emberben felmerül, hogy valahol elakad egy vonat. Aha. Azért általában az megközelíthető betonúton is. Összedolgozik a vonattal a MÁV, leszállítják őket, sétálnak valamit, és valahol fölszedik őket. Vagy igen, azt mondják, hogy egyébként ilyen nagyon forgalmas vonalak mentén ugye általában lenni szokott, nem általában, szinte 100%-ban biztosan van ott valamilyen helyi volán. Valószínűleg igen, nem tudnak kivonni buszt. Hát, mert két település között, ha megállsz, mondjuk érted egy Szolnok Budapest, azért ott vannak olyan szakaszok, ahol a sím mellett nincs út például. Igen. Tehát ha nem lakott terület köz, mert ha az van, hogy mondjuk 2 kilométerre van a város. Igen, csak 10x órákról beszélünk. Hát tehát. Igen. Igen, viszont ilyen időben meg nem indulsz egy gyalog, tehát nem szállsz le a vonatról, hogy akkor ott valahol a távolba fénylik Szolnok, besétál. Igen, nyilván ezek laikus kérdések. Igen, tehát, hogy, nem igen, hogy az ember azt gondolja, hogy mit valahol elakad, akkor küldenek 4 mentesítő buszt, és akkor azt hallod, hogy vonatról átszálltak buszra, és mit tudom én, tovább tudtak menni. Persze nyilván milyen buszra szállnak, ki küld oda buszt. Kifizeti, illetve a kiesett buszok helyett nyilván milyen buszt állítasz be, tehát nem úgy van gondolom, hogy 1000 busz áll a garázsba csak arra, nem, hogy mentesítesse a MÁV járatokat, tehát ezennél azért nyilván sokkal bonyolultabb, csak persze az ember ezen így elgondolkodik. Meg nincsenek olyan ilyen vasúti szerelvények, amiknek, vagy ilyen gépek, gyakorlatilag ilyen vasúti gépek, amiknek az a feladatuk, hogy mondjuk adott esetben eltávolítsák a sínekről a ráfagyott jeget, tehát hogy annyiféle ilyen céleszközt lehet már látni, meg lehet róla hallani, hogy nincsen ilyen a MÁV-nak. Igen. Szerintem ez mindig át kell esni a tűzkeresztségem. Tehát ez az első hó, tudod, az első hónus eső, ami váratlanul jön. Ugye? Uh-huh. Ez legalább hát, úgy annyira váratlan, mint augusztusban jönne. Egyébként december elején ez nem tudom mennyire váratlan. De mindig megtörténik az első nagy káosz, és utána valahogy aztán erre, hogy mindenki agyilag rááll, hogy jé, tél van. Nem? Tehát kell az első sok, amikor mindenkiben tudatosul az, hogy basszus, tényleg tél van. Nem? És amikor ez megtörténik, akkor utána egész egyszerűen már flottabbul megy a dolog. Na mindegy, túl vagyunk az első sokkon, úgyhogy... Hát még nem, kélek hát azért zajlik, a mai napon. Zajlik az elhárítás, igen. Na, egy nagyon helyes hírt találtunk, és azt gondoljuk, hogy
a hír kapcsán hasonlót már mindenki átélt, nem is teljesen igazából nyilván azt, ami a hírben van, de nyilván mindenki szokott otthon, vagy hát legalábbis egy időben régen, amikor még nem volt internet, és nem volt ennyi tábla, PC, és nem mindenki okos telefonnal járkált a kezébe családon belül is, akkor divat volt az, meg biztos még néhány háztartásban most is természetesen, hogy családok leülnek társas játékozni, kártyázni, kockapókerezni, monopolizni, activitizni, gazdák, hogy okosan játszani, vagy élve fogd el játszani. Ugye, élve nagy... fogd el, de szerettem. Nagy klasszikus, igen. Aztán pedig összeverekednek 10 perc múlva. Na, hát ez történt egy amerikai lányjal is, mert hogy laposra verte a pasiát, mert a párja csalt monopoliban. És letartóztatták a leányzót, mert hogy annyira feldühödött, hogy rátámadt az élettársára, és... hát súlyos testi sértést okozott az ő párjának, mert hogy a férje, vagy pontosabban a fiú, elcsent a kasszából 50 játékpénzes dollár szemét. Hát de tényleg. A szomszédok hívták ki egyébként a rendőrséget, akik elszállították a helyszínről az őrjöngő nőt, és bírósági tárgyalása egyébként a jövő hónapban kezdődik. De meg is verte rendesen, vagy csak őrjöngött? Ugye úgy szólt a hír, hogy rendesen megadja hát ugyanára. Hát elverte a fiút, mert hogy nem tudta feldolgozni, hogy Monopoly-ban ő vesztett. És állítólagosan azt üvöltözte, amikor jöttek érte a rendőrök, hogy jogos a verés, mert hogy a barátja csalt, elvett 50 dollárt. Hát egyébként igaza van. Ha, hát ez milyen aljas dolog? A szép dolog a szerelem, de azért tudja már, hol a határ a csábon, nem? Milyen aljas dolog Monopoly-ban csalni? 50 dodót kiszedni a kasszából. Hát, figyelj, ez egyéb dolgokra is képes az ilyen ember. Most vagy komolyan játszunk, igen, vagy nem játszunk komolyan, vagy nem játszunk sehogy. Ez egy megelőző verés volt. Tehát nehogy még többet lopjon. Igen, egyébként írja egy ottani napilap, vagy hetilap, hogy nem ez volt az első erőszakos eset, ami a Monopolyhoz kapcsolódik, mert korábban egy 20 éves fiú bántalmazta az ő barátnőjét, mert nem tudta feldolgozni, hogy ő van nyerő helyzetben. És hát nyilván mindenki ismeri azt a szituációt, és erről akarunk kicsit beszélni, és várunk SMS-eket is, amikor a család leül ugye játszani, és mindig van a családban egy ember, akiről a család tudja, hogy vagy hagyni kell nyerni a Vukit, ahogy volt a Csillagok háborújában, vagy ő nem veszített, vagy ha ő vesztésre áll, meghal a játék. Ugye? Mindenhol van egy ember, aki nem tudja elfogadni. Onnantól kezdve nem érdekli. Nem érdekli. Gyakorlatilag botán már két percben feláll, azt mondja, jó van, akkor játszatok nélkül. De előbb még megvádol mindenkit, hogy csal. Természetesen. Ugye? Tehát az van, hogy vagy megpróbál puhítani, hogy ő hagy csaljon, hogy az beleférjen. Ti játszatok a szabályok szerint, de ő egy picit hagy értelmezze kicsit rugalmasabban ezeket a szabályokat. Ki mit játszik? Kezdjük innen. Ki mit csinál? Nálunk van egy olyan játék, ami a Toy Story-ra épül. Gyakorlatilag ugye a társas játékok nagy részének egy azon a struktúrája, elindulsz egy pályán, ha rálépsz egy olyan kockára, vagy négyzetre, ami mit én át van húzom, akkor vissza kell lépni, gyűjtheted a kis szereplőket, és az a lényeg, hogy minél több szereplőt összegyűjtve juss be a célba. Dobókockával kell játszani. Nálunk kettő játékos típus figyelhető meg. Az egyik, aki képtelen veszteni, a másik pedig mindent elkövet azért, hogy ez a másik, aki képtelen veszteni, az veszítsen. Az egyiket hívják, az egyiket Somának hívják, ő a kis, most ne háborodjatok föl, ő a mocsok. Ő a kis, aki kikészíti pannát, mert a panna meg nem bír veszíteni. A Soma már ott tart 4 évesen, hogy úgy tudja dobni a dobókockát, hogy az dob, amit akar. Nem cinkelt a dobókockánk, fogja a csávó, és nem veszed észre. Én már így nézem a Soma kezét, mondom, Somi, figyelj, Szivi, úgy dobjuk a dobókockát, hogy szépen gurul, és de nem lett a cinkelt kockára cserélte? Négy évesen kicsit súlyozta, olmozta a kockát, és tudja, hogy mindig hármas lesz belőle. Figyelj, megőrülsz, úgy tud dobni, és egy csávó, mondom neki, Somi, ha most 5-öt dobsz, akkor megelőzöd a pannát, akkor panna már vérszemet kap, apa, ne segíts neki! Ekkor jön ez a mondat, mondom, kicsim, én csak elmondom a reális dolgokat. Igen, hogy mi várható. Mondanám, igen, de hát... Nem, neki is elmondom, én korrekt vagyok. Igen. Ha 5-ös dobsz, jó apa, akkor dobok egy 5-öst. Elkezdi forgatni a dobókockát a kezében, nem tudom, hogy csinálja, és van ismeri? Persze. Nem, a Benny is azt mondja, ő úgy rájött, hogyha 3-as dob, és hogy megcsúsztatja a táblán, és nem forog a kocka, akkor az 3-as lesz. Na hát innentől kezdve szétterrorizálja az anyját, mert ugye ilyen bogyó és babócás kinevet a végén játékunk van, ugye rettentően primitív, de nagyon jó. Szóval amilyen egy kinevet a végén, amin egyébként 50 éves emberek is ugye felháborodnak. És rájött arra, hogy ha úgy 5-ös dobsz, vagy csigajelet, vagy mit tudom én, is előre ugorhatsz, akkor hogy kell azt úgy elengedni, hogy a kocka véletlenül se pörögjön egyet se. És hát büszkén előzi meg a családját. Na nyilván ezen én azért picit berágok. De hiába mondod neki, hogy nem forgott a kocka. Nem, ja, nem, meggyőzhetetlen. Meggyőzhetetlen, persze. Úgy kell dobni. Ennél már csak az a szebb egyébként, amikor
amikor 40-50-60 éves emberek borulnak ki. Nem? Mert hogy egy gyerek ezt csinálja, nála még azért ezt megbocsáthatod, mert azt gondolod, hogy hát persze gyerek nyerni akar. De amikor felnőtt férfiak... Közvetlenül az aranylakodalom után verekednek össze. Igen. Egy unóparti után. Felnőtt nők. Vagy közben. Összeveszve, ordibálva, izzadva nem bírják elviselni, hogy kikaptak mondjuk kanasztában, vagy römiben, vagy kockapókerban. Szóval az az igazán dermesztő. Nagy nem? Játékos, te vagy hármunk közül, aki vagy most már nem, de már régen. Már nagyon régen nem játszom. Te hogy viselted, amikor elhopsiztak? Én pókerasztalnál? De csendben. Ott nem tudsz olyan balézni, mert még hatan ülnek körülötted, és nagyon kellemetlen. Meg ráadásul még többen jegyzik meg. Nézd már, akkor. Tehát ott nagyon kellemetlen, felállsz, igen, ha vissza tudod magad vásárolni a partiba, akkor szólsz, hogy visszavásárolod magad, ha nem, akkor megköszönöd a játékot is. És eloldalogsz. Szépen eloldalogsz. Még mindenki pénzelnél vagyok. Igen, na, jó van. Egyszer neked is lehet szerencsét, tudod, bedobsz valamilyet, és szépen felállsz. Ott nem nagyon tudsz, tehát az elég kellemetlen egy pókerteremben, ha valaki nagyon elkezd öröngeni. Láttam már ilyet, hogy feláll, csapkod, meg akarja verni a krupiét. Na, mennem kell. Bukóban ne szálljál már ki. Nem azért, is mennem kellett volna. Tehát van az a típus, aki... Én dermesztő dolgokat láttam kaszinókban, meg pókertermekben, amikor még ugye lehetett így játszani. Tehát tényleg 50-60 éves férfiak veréssel fenyegetik a krupiét, és összevesznek, és üvöltöznek, és csapkodnak. Az tényleg dermesztő. De amikor otthon ezt valaki mondjuk a feleségének csinálja, az még ijesztőbb. Mert hogy nincs tétje a játéknak, igen. Ugye? Hogy ma te nyersz, holnap én nyerek, a Istenem, hát most... Inkább a pasik ilyenek, az apák, nagypapák, szerintem ők azok, akik kevésbé tudnak veszteni. Én nőktől kevésbé látom ezt a nagyon durva öröngést. Nem? Én már beletörődtem, én mindig a buktás oldalon vagyok. Én az összes családi játékot én bukom, az ilyen izéket. Igen, már nem érdekel. Vigyétek! Milyen játékban lehet csalni? Vagy ki hogy tud csalni? Nézzük át a játékokat. Mi van? Van a Kapitali, ugye ott telkeket vásárolsz. A Váci út, a Vörösmarty út, az nagyon durva. Ott ugye jót veszel. Épületet tudsz venni, ha jól emlékszem, azt mi még nem játsszuk a családban. Nem játszotok? Most még Kapitali? Monopoly Kapitali, az ugye hasonló. Régen volt a Gazdálkodj okosan. A Gazdálkodj okosan zseniális volt. Tehát, hogy az egyszerűen fantasztikus. Hát a gyakorlatilag mindent tudsz el ugye vásárolni. Abban nem nagyon lehetett csalni. Hát a kártyahúzásnál tudtál. Hogy ne lehetett volna. A bankos volt a bankos, rommácsoltad magad, nálad volt a pénz, rommácsoltad magad. Ja, na, hogy igen, ne? Igen. Hát hogy ne lehetett volna csalni? Hát ott akinél a pénz volt, az csalt ugye mindig. Tehát magadnak tudtál egy csomó mindent osztani. Pókerban is, kanasztában is. Rengeteg mindenhol lehet csalni. Igazából az ilyen egyszerű játékoknál egyet túltolod, tudod, másik mezőt, ja, többen nem figyelnek. Ilyen primitív úristen. Hát az, de Istenem, ez a fegyver, igen. Mit csinálja? Nálunk a wiki ilyen kicsit. Menj vissza a kezdőpontra, és egyel többet ugrasz véletlenül. Igen, nálunk a wiki ilyen. Tehát négyet dob, simán lép úgy hatott, hogy kicsit helyben topok, tudod, és úgy lép. És mondom, nagy ugrások. Számoljuk már ezt újra, hogy ez hogy jutottál 12 mezőt, mikor ja, összesen... Hát nem, hát ő azt hittem, mondom, jó, akkor lépjél vissza, tudod, és másodikra azt hiszed, hogy nem figyel, vagy bár azt gondolja, hogy nem figyelek, és mit dob egy hármast, és megint belép egy hatost. És mondom, Viki, értem, hogy ez harc, meg értem, hogy a gyerek egy pillanatra nem figyelt, én figyelek. Tehát, hogy ha hármat dobunk, akkor lehetőleg ne dobjunk már. Ne dobjunk már hatot. Példakép a gyereknek, tudod, így csalod az egész játék. Igen. Szóval tényleg rengeteg olyan játék van, ahol lehet nyerni. Az mi az ingo bingo anga? Anga banga, gyere már ide egy picit. Zingo bingo? Az micsoda? Zingo. Zingo, hát nem is lehet. Zingo bingo? Azt én nem tudom, óriási, hogy mi az. Jó? Óriási viták vannak belőle. De mit van csinálsz? Egy gép, amiben beleteszel műanyag lapocskákat. Igen? Van tábla, mindenki előtt egy-egy tábla. 12 darab, ilyen kis ábra van rajta. Napocska, láb, mit tudom én, akármicsoda, kis felhő. Az angol van meg? Hát ez lapok, tehát nem tudom. Aha, mert van belőle angol verzió is, hogy oda is van írva angolul a szó, meg van belőle számos. Itt csak kép van rajta, nincs odaírva semmi. És akkor a táblán lehet, hogy neked is van mondjuk egy bűzlábad, ilyen gőzölög a láb, egy büdös láb, de lehet, hogy nekem is. Na most kérlek szépen, jön ki a műanyag lap a gép, egyszerre két lapot dob ki, és aki a gyorsabb, azt mondja, zingo bingo. És el kell venni a lapot. Aha. Hát ne tudd meg. Hogyha van a tábládon lap. Így, hogyha van a tábládon, az a jel. Ez a lényege a dolognak. Tehát 12 ábrád van, neked is. Lehet, hogy én mondom el rosszul, tehát 12 ábra van a lapon, de lehet, hogy ugyanaz van neked is rajta, meg nekem is, mert neked is van napocska, neked is van bűzláb, nekem is. És aki a gyorsabb, az veszi el a kijövő kis műanyag kártyát.
Na, hát és ültök hárman, és megy a gyilok. Nem lehet elég gyors. Tépi ki a Karinak kezemből, hogy add, de mondom, Karci, én vettem, mert nem, mikor ennyi imadja. Állj a saróba, gyere, paf, egy pofot. Köcsögjön ki, Karin. Hát az irányom már meg. Csak játék. Hú, nagyon nagy viták vannak. Nagyon. Az nem ismerem, de jó lehet. Nagyon jó játék, vegyétek meg, ez egy örök veszekedés. Unozni szokott valaki? Én. Unozni, ugye amikor végén ki kell mondanod, nem mondod ki, vegyél fölötöt, fordul a kör. Zseniális játék egyébként. Ugye nem mondtad, hogy Uno, vegyél fölötöt, vegyél fármat, nincs kettő lap, nincs négy, színed nincs, ez nincs, és rommá szivatsz mindenkit. Nagyon jó. Másik a farmos. Föl kell építened egy gazdaságot. Van a nagykutya, meg a kiskutya. A nagykutya az megvédi a farkastól a gazdaságodat. És miért nem tápjószelén? Farmoson játszuk ez. És a kiskutya megvédi a rókától. Igen, ám, de nincs annyi kiskutya, meg nagykutya a játékhoz, ahányan játszuk? Micsoda viták, micsoda csalások, hogy jutsz a kutyához. Hát csere alap. Hát nálunk, persze, hát csodálatos. Gyerekek, én mindig azt csinálom, és ez tök jó csend. Megnézem, hogy csal-e valaki. Igen. Ha csal valaki, lebuktatom, ha nem, akkor azt mondom, itt az idő. És elkezdek csalni. Tehát, hogy ez csak így lehet játszani, persze. Hogy megnézed a csalókat, és mindenki nagyon becsületesen kinevet a végén, Dov, jaj, de én, és bárhova beülök, baráti társak, bármi. 3 perc alatt levágom, hogy csal-e valaki, senki, és rohadt ocsmány szemét módon elkezdek aljaskodni. Mert így kezded el élvezni. Így a jó. Karinán, csak elnézel mondjuk a kinevet a végénél, és mondjuk körülbelül 48 mezőt haladt a bábú. Csak így hátra nézek. Mondom, Karci, nem itt álltál. Én. Hát én ott álltam. Nem ott álltam, de ott álltam. Na jó, mondom, akkor ott álltál. Ja, tiszta apád vagy. Activity-nél csak én osztom a kártyát egyébként, hogy húz mutogat. Előre 3-at már betanulok meg. Húzzál, persze, húz egyet, tudod, elkezd mutogatni. Rabolható a pont, azonnal viszed az összes kártyát, azonnal. Előre megnézed, lesugod a partnerednek. A legjobb. Tehát a társasjátékokban nem is a társasjáték jó, hogy hogy tudsz csalni. Ez nem kéne egy olyan társaságot csinálni, aminek mondjuk az lenne, hogy csalja, hogy tudsz. Hát mi így játszunk. Mi a barátainkra így játszuk az Activity-t. Ott egy pillanatra elfordul. És a saját társad is hátba dől. Persze, simán. Hát a farmosnál én úgy játszom, hogy be kell adni X számú állatot, hogy ezt a védő kutyát te tud venni. Hát az figyelj, nem, de azt mondják, hogy adjál mit a 8 birkát, hát kinézve, gyorsan berakom a dobozba. 8 birka? Hát mennyi lett volna? Persze, hogy 8 birka volt. Mi játszottunk úgy Activity-ben, hogy azt hittem, hogy én csalok és összejátszom a partneremmel, de közben a partnerem úgy csalt, hogy a másik társaságnak segített. Az milyen? Az amikor már durva. A saját társad Activity-ben úgy árul el, hogy azt hiszed, hogy te vele összejátszol, nála de is van jó. Egy paklikártya, és a másik csapatnak súgja le egyébként, mert egy kicsit durva. Le vannak maradva. Rohadt nagy árulás volt. Az na jó. Durva. Drága Bordisó hallgatók, írjátok meg, hogy ki a családban a fekete bárány. Ki csal leginkább, mit csinál, ordibál, apa, anya, kik vesznek össze, kik állnak a sarokban, hány napig nem szól egymáshoz a családfő, vagy hány napig nem szólnak egymáshoz a családtagok egy-egy activity party után. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy Amerikában egy lány megverte a pasiát, méghozzá laposra verte, mert hogy csalt a Monopolyban. Abszolút igaza van, hogy fajulhat idáig a társasjáték. Hallgatóinkat kérdeztük, hogy ki hogy társasozik, ki mit csinál, és ki milyen eszközt vett be, hogy nyerjen. Ki a legnagyobb csaló a családban? Hát rengeteg SMS jött. De azt senki nem írja, fogadjunk, hogy én vagyok. Mindenki az anyám. Persze, megy a mószerolás. Hogy játszik? Igen. A fater. Igen. Ilyen SMS-ek jönnek. Anyám egyszer leküldött egy orbitális pofont a nővéremnek, mert felröhögött, kinevet a végén. Közben majd felállt és ott hagyta a játékot. Gábor. Jó, oké, őszintén, ki csinálja azt, én egyébként, de mondjuk ti, hogy amikor már minden vesztésre áll, és már érzed, hogy nem tudsz nyerni, mert a Kapitaliban ott van elől, és megvette a Váci utcát, Activity-ben nagyon jó a csapat, és elől van, hogy véletlenül felállsz és felborítod a táblát. És azt mondod, és teljesen miért Úristen, azon, ez már mindenki magyaráz, de jaj, az! Leharagudjatok, a végső megoldás. Várjál, döntetlen. Aha. Nem tudjuk, hogy ki volt, nem tudjuk, hogy hány mező, jó. A korrekt az, ha újat játszunk. Nem lenne korrekt. Nem velem szemben nem korrekt, veletek szemben nem korrekt. Higgyetek el, gyerekek, és mindenki megkajálja. Igen. Mindenki megkajálja, mert hirtelen senki nem tudja, hogy pontosan hol áll, de fél, hogy ugye őt tesszük leghátra, és azt mondja, jó, oké, legyen. Igen. Ha valaki nagyon elő volt, az kicsit reklamál, de a többiek, akik rosszul álltak, abban a pillanatban átállnak a te oldaladra, és azt mondják, hogy igaz, új játék. Jó, felborult a tábla, új játék. Okay. Te szánod, bánod, ne haragudjatok. Ha nem borítottam föl eddig 4000 táblát. Azt érzitek, hogy ennek még bármi lehet volna a vége. Gyerekek, ha nem borult föl eddig 4000 activity tábla, egy sem. A kutya, hát basszus, nézd! Na, csak levelben. 10-ére vartam menni. Hol álltunk? Na, újat, jó újat. Oké. És kezdődik előről minden. Egy ember megsértődik, az összes többi azt mondja, igazad van, jogos, persze, csináljuk.
tök jó. Ennek még bármi lehetett volna a vége, még akár kinyerhetett volna. Sajnos újra kell kezdeni. A muszáj gyerekek, ezek nem nincs ilyen, hogy a társasjátékban az ember. Persze, azt hiszik, hogy ez csak egy egyszerű társasjáték. Itt a családfő tekintélye, a barátok előtt, hogy ki a béna, nem lehet csak úgy, hogy hagyod nyerni a többieket. Ez az életre valóságról szól. Érted? Az életben is farkas törvények uralkodnak, gyakorlatilag itt a trenni rosszatja magát az ember, nem? Úgy a fáj, nem felborult a tábla. Hát ennyi. Nézd, mik vannak. Na, másik terrorizálás, nagyon jó activityben, nagyon sokszor csináljuk, főleg idegentársággal játszunk. Mutogatsz? Igen, mutogatok. Akkor miért beszélsz? És elkezdi, tudod? És elindul az aljaskodás. Nagyon jó. A volt párom, amikor vesztett a társasjátékban, felvonult az emeleti hálószobába, és órákon át duzzogott a sötétben. Felnőtt ember. Az unokám is tudta már, hagyni kell a papát nyerni, különben vége a jó hangulatú estének. Nagyon jó. Ez mennyire durva, zsúkülte nekünk. Általában hárman szoktunk únozni, barátnőm, én és az unokatestvérem. Ha a barátnőm nyer, azzal semmi baj. De ha én vagy az unokatesom, akkor mekkora köcsögök vagyunk, hogy csalunk. Megsértődik, és bemegy aludni. Feri voltam. Nálunk le van osztva, hogy kikivel és mivel nem hajlandó játszani. A lányaim nem hajlandók römizni, a párom a Csudamesék című játékhoz nem ül le. A fiam szerint a Kubikúp hülyeség, mert abban csak ritkán nyer. Az Unóban a párom és az öcsém versenyt csinálnak abból, hogy melyik tud ügyesebben csalni. Ezt Roxy küldte nekünk. A legjobb, amikor a gyerek kitalál új szabályokat, hogy ő nyerjen. Apa, ami dobtál, az nem jó. Ez megvan? Igen. Meg. Ez megvan egyébként? Igen. Hogy az nem jó. Az nem úgy kell. Hát, apa. És te, mint jó szülő, igazad van. Ezt csak annyit kell csinálni, hogy a játék szabályt el kell tüntetni. Nagyon gyorsan. Kicsomagértek a játékos, onnantól kezdve, hogy 2-3 napon belül eltűnik a játékszabály, onnantól kezdve bármire hivatkozhatsz. Igen. Benne volt a játékszabályba, nem volt benne. Te benne akkor volt. Vegyük el. Bizonyíts be. És nincs meg. Belőle, de nincs meg. És megvan tényleg az, amikor 4 ember bújja a játékszabályt, hogy kinek van igaza? Jó, na most! Most olvasd el! Jó, játék megáll! Ide van írva! Nem ez van ide írva. És ugyanazt a sort kétféleképpen értelmezitek, mindenki úgy, ahogy neki jó. Itt van! Hát itt van a szabály, de az nem úgy van, nem? Teljesen tipikus. 20 éve próbálunk apámmal nyomni egy közös römit. Nem lehet. Üvöltés, csapkodás, hisztiroham. Mindezt 66 évesen. De miért? Miért? De mi azok? Hát mert nem egyszerűen, mert miért megy a derül? Hát ez egy játék. Szeretnék, komolyan veszik. Aha. És amikor valamire rosszul emlékeznek, van egy ilyen beragadt ilyen tévhit például, ha egy játék van, 6-os dobsz, akkor még egyszer dobhatsz. Érted? És ez volt ilyen. Valahol, mindenki így emlékszik. 6-os dobtál? Igen, akkor dobhatsz még egyszer. Nem, ebben a játékban nem. De igen. De nem, benne van a szabály, nincs benne a szabály. Hol a szabály? Nem tudom. Vedd elő. Igen. Apuson biliárdozás közben fél óra elteltével a lövésem után csak ennyit mond. Indulunk haza, és elmegy fizetni. Imádom, nagyon. Baráti egyetemista társaság 15 éve gazdák, hogy okosan játszik, mindenki a szerelméje van egy csapatban, remek a hangulat, az egyik pár majdnem szakít, a fiú szerint a lány miatt vesztenek, írtó dühös, a végén külön mennek aludni. Egyébként tényleg ez is nagyon szép nálunk. Régebben volt ilyen, most már kevesebb, ugye mindenhol gyerek van, meg senki nem ér rá. Ezek a közös baráti társaságok, ahol fiú a lányjal van együtt. Tehát az érkező párok együtt vannak. Hogy ott a családi konfliktus, az anyád egy hülye, a nem vagy jó szerető, egy éve nem vagyok veled boldog. Hogy így ülsz, gyűlöllek. És tudd meg, megcsaltalak. De gyerekek, ez csak egy activity, nem kell borítani az egészet. És úgy ülsz ott, hogy vagy éppen te veszel össze a pároddal, vagy azt látod, hogy a 8 ember, akik ugye hát párban jöttek, és 4 pár érkezett, abból 3 már biztos, hogy utálja egymást. Egy még kitart, de már ők se nagyon szólnak egymáshoz. Ez megvan? Nem, ők örülnek, mert ők nyertesek. Igen. Tehát valószínűleg ők állnak elől. Igen, egy pár forron csókolózik a nyertesek, három pár pedig gyilkolja egymást, és minden előjön, igen. Apámnak volt egy barátja, sakközben rendszeresen visszacsempészte a bábúit a táblára. Az milyen sakba visszacsempészni a bábút a táblára? Ugyanő, a kinevet a végében, leharapta a bábum fejét. Ez nagyon jó. Belejátszanék egyet, ő nagyon jó arc. Azért dühös vagy, és leharapni a bábú fejét. Igen, 8 éves voltam, ezt Ati küldte nekünk. Az én nagyapám kártyázás közben, ha vesztésre áll, akkor azt kiabálja, gyilkos vagy szemétláda. Hagyja Isten. Kapitali, térdel rúgtam a vízilabdás haverom, mert nem adta el a Váci utcát. Mivel én nem vízilabdázom, ez utólag nagyon átgondolatlan cselekedet volt. Mondjuk nem eladni a Váci utcát, rohadékság. Tényleg, hát nem. De nyilván ő megszerezte, te se adnád el. Ott Váci utca, Vörösmarty tér, ott azok már a drága környékek. Az a tábla a legvégén, az a csúcs. Az megvan, és arra elkezdesz építkezni, a legnagyobb király vagy.
Nekem kísérni kellett a húgomat WC-re, hogy addig ne lopja el a konyhabútort, a gazdálkodj okosanból. Húgi pisin, én meg ültem a kagyló mellett, hogy ne tudjon lopni. Hát igen. Jó van, akkor látom azért, hogy mindenhol. Igen, ez mindenhol megy. Ez mindenhol egy ilyen neuralgikus pont, ez a társasjáték. Figyelj, ez az életre nevel. A társasjátékozás az életre nevel. Az is csodálkozott rajta, hogy miért nincsen olyan társasjáték, amelyek az a neve mondjuk, hogy élj meg, ha tudsz, és akkor ilyenek lennének benne, hogy fél évig nem fizettél járulékot, most ezért kétszer kimaradsz a dobásból, nav ellenőrzést kaptál, nem találtak valamit, rendben, menj vissza a kezdőpontra. Nem ilyenek, nem kellenek ilyenek. És mivel kapsz pluszt? Befizettél minden járulékot, nem maradt semmi a hóvégére, de bónuszpontként mit tudom. Igen, gyerekek, rengeteg SMS-re, nagyon sokat nem tudok beolvasni. Az utolsó, a kedvencem. Hát ez gyönyörű. Nem szoktam csalni, de ez alól kivétel a torpedó. 20 éve nem kaptam ki. A kettes hajót nem teszem fel, csak ha már nyertem. De már! Igazi rohadt! De szép! A kettes hajót nem feltenni, gyönyörű. Nem? És akkor lövöldöz, nincs. Hogy eldugtál? Hát nézd, itt volt. Hát ilyen béna vagy, és közben felpattintott. És ott van, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Nagyon sok jött, mi pedig megyünk tovább. Gyerekek, ha minden igaz, és megtalálom. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Mi volt az? Mit hozott az Anna? Hát közben kaptunk egy olyan póker paklit, amiben gyakorlatilag politikusok képei vannak felrakva illusztrációként. Egykori és jelenlegi politikusok képei. És mit lehet velük csinálni? Ki az, aki mindent visz? Hát ki tényleg, ki a mindent viből? Igen. Most ki a legerősebb? Igen, megvan. És ezzel mit csinálsz, hogy mi a játék? Póker. Ja, pókerezel. Aha. Hát ez nagyon jó. Mondjuk Járai Zsigmond, mint pénzügyminiszter, nem egy mai. Nem egy mai. Marton János külügyminiszter azért nem egy mai történet. Keleti György honvédelmi miniszter. Nem egy mai játék. Na jó, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello, honnan hívsz minket, Dani? Szombathelyről telefonálok. Ott nyugi van? Hát szemerkél az eső, vagy hát ilyen kis, nem tudom, hogy mi pontosan. Uh-huh. Kocsiba ülünk, még nem mentem be a munkahelyre, úgyhogy most itt ülünk a mennyasszonyommal az autóba, és titeket hallgatunk. De áram volt reggel. Igen, volt. Na, akkor jobban jártatunk az úribeliek. Ja, csak ne beszéltek egyszerre, mondjad? Itt nincs nagyon, hál' Isten, ilyen semmi ónos eső, ilyesmi, úgyhogy nem tapasztaltunk ilyesmit. Na, az jó, legalább valahol. Valahol nyugi van. Jól van. Na, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, hallgass meg. Oké. Okay. Uh-huh. Álmodozna. Tegnap délután felültek egy Békés Csabai vonatra, hogy jöjjenek Pestre. És igen. Most fognak beérni. És erre számítottam. Igen. Na, figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Na, na, na. Atya Isten. Ez egy mesének a betétdal, nem? Mese? Mhm. Uh-huh. Mutassuk még egyszer? Mutassuk még egyszer? Igen, köszi. Ja jó, így figyelj, mutatjuk. Na, na, na. Aha, na most már egy kicsit hosszabb lett. Egy lehellette. Magyar? Ez magyar egyébként? Hallottuk a párodat, hogy hívják? Aliz. Hello, Aliz. Hello. Hello. Magyar, Zsűr? Én nem látom. Ja, ott van. Nem. Nem. Akkor kicsit hosszabban meghallgatási. Kicsit hosszabban. Kivettük a bögrét, jó? Jó. Na, 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 na. Atya Isten. Na, 15-ször volt már ez a feladvány egyébként. Oha. Hát ez nehéz. Na, mutatjuk még egyszer, hallgass meg. Oké. Okay. Na, 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 na. Mi van? Egyszerre ketten énekelnek Beru bácsiink? Ez nagyon furi. Hát nem fog menni, nagyon-nagyon nehéz. Hát akkor megmutatjuk, jó? Hallgass meg, figyelj, ez lett volna az ere. Csíkész de cicim. Hát igen. Pedig ennek mennie kellett volna. Láttam a hallottuk.
egy jó kis It's My Life volt, Dr. Alban, így van, ő volt az előadó. Ő követte el ezt a bűnt az emberiség ellen. Egyébként szerethető dal. Így van, nem rossz. Mi is. Otthon nem hallgatom meg. Persze. Azóta is ebből tekilázik valamelyik tengerparton. A retro napon mi is mindig lenyomjuk. Dani, köszi a játékot! Köszönöm szépen, sziasztok! Köszi, hello. Ne haragudj! Ciao, hello. Sziasztok! Ciao, sziasztok! M31-es Gödöllői felhajtó lezárva, ezt Tomó küldte nekünk. Ebben a pillanatban jött, Surányban még nincs ónos eső. Ezt pedig Andi küldte, hogy legyen egy kis jó hír is. M5-ös Kecskemétig a 44-es főút végig oké, és Békés Csabáig Gyömrőről hajnalban nehéz volt kijutni. Ezt Szilárd küldte nekünk. Na, mi hívjuk Szani Rolandot, gyerekek, mert hogy a mi száguldó riporterünk Roland már a helyszínen van. Miskolcon, ha minden igaz. Így van, a romantika császára. Hát már azt faragtuk belőle, igen, tegnap még nem volt az, sokat dolgoztál. Sokat dolgoztam rajta, kapott egy nagyon durva fejmosást. Úgyhogy érdekes lesz a helyzet, mert ha minden igaz, ma egy női hallgatón kéri meg a férfi párja szívét. Az, ez nekem bejön. Én ezt bírom, ez vagány. Ha Pali impotens és nem veszi... Már nem úgy... Nem így értem, hanem... Ha tökéletlen és nem veszi a kezébe az irányítást és nem kéri meg, akkor bizony előbb-utóbb a nőnek lépni kell. Kicsit kieszközöl dolog ez, de nincs ezzel baj. Úgyhogy Miskolcon esik a hó, Roli ezt mondja, és fingik a ló. Igen, és segget zsúzik az igazgató. De vártam. Na jó, várjunk. Jövünk egy jó kis lánykéréssel. Ákos híre után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 14 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello, Jani, mindenkinek. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, rengeteg közlekedési hírrel, és hát tényleg nagyon nagy a káosz, mindenkitől türelmet kér. A közútkezelő, a rendőrség, mindenkit próbálnak kimenteni, kapjuk az SMS-eket, nyomon vannak, egyszerűen valahol még a fákat kell kivágni, és a villanyoszlopokat helyrehozni, és ezért nincs áram, ez időbe telik, de látjuk az SMS-eket, kapjuk, hogy a legtöbb helyről tudnak, dolgoznak, úgyhogy kitartás azoknak, akiknek esetleg nincs áram, nincs fűtés, tényleg a legtöbb helyre már zajlik a helyreigazítás, és csinálják a dolgukat, csak egyszer rengeteg helyen váratlanul jött ez az ónos eső. Már amennyire úgy november végén váratlanul jöhet egy ónos eső. Veszprém megye, Háskú-Zirc között tükörjég, köd, és mindenki vigyázol, Laller küldte nekünk. Most próbáltam feljutni az Ötvös útra, életveszélyei, zárták tűzoltók, sózóautók a helyszínen ezt. Tomi küldte nekünk, Szeged felől a 47-esen a Kökénydombi csárda udvaráról trafiznak egy rendőrautóból, ezt Gubanc küldte nekünk, aztán a Budakeszi útnál visszafordítják az autókat és a buszokat, Budaörs felé lehet kerülni. Ezt is SMS-ben kaptuk, azt is, ami ugyanerről szól, Budakeszi elesett, Telkiben sok helyen nincs víz, a jég miatt így tanítás sincs, Telki is elesett. Szerencsére a válogatott nem most készül. Angyalföldi Gala küldte ezt nekünk. M31-es lezárva, 3-as út lezárva. Ingyenes az autópálya Gödöllőtől a nullásig, kérdezi valaki, szerintem nem. És ez is fontos, még visszafordították a forgalmat az M31-esen, 3-as út káosz, a hévpotló is vesztegel, gyerekek. Hát se autóval, se hévvel, semmivel. Ráadásul az M3-ason Pest felé az 59-es kilométernél egy elfáradt kamion fekszik az árokban. Egyelőre ott nincs út lezárás, de ott is mindenki figyeljen. Szörnyű. Nagyon kemény. Igazi tél, gyerekek, Kaszatini, nem? Nem az hát M3-as felől jön. De befelé most még jó álmas. Ja. Már itt van egyébként. Ja. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Reménykedtél? De. Az igazi telet, ha most Észak-Kelet Magyarországon kapják, mert hogy ott most elkezdett esni a hó, ahogy láttam.
Hát igen. Most igen, igen, ők havat kapnak. Hát jobb lett volna, hogyha ott is mondjuk elolvad előbb az a jég, ami ugye a zónos esőből keletkezett, és nem arra esik rá, ahol, de ne fessük az ördögöt a falra. Mindenesetre, hogy legyen valami jó hír is, tegnap megérkezett Magyarországra a Mikulás, Ferihegyen vidám óvodások és a VPOP fogadta. Na mi van a szakáll alatt, öreg? És lefoglaltak tőle négy mázsa számla nélküli szalócsukított kínai szalócsukított. Jaj, ha már a hamisított kínai dolog, tegnap pont szörnyű cikkeket olvastam a magyar paprikáról. Azt hittem vettél valamit. Nem, hát hogy a kínai paprika megöli a magyar paprikát, hát hány százaléka drágább a magyar paprika, nyilván egyébként közben mennyivel jobb az íze és eredeti, és hogy a kínai hamis paprika, de már nem is csodálkoztam, hogy hamis paprika meg kínai, az a durva, hogy egy angol autótípusnak megcsinálták egy az egybe a másolatát Kínába, azt láttátok? Meg, tudj. Lehet, hogy én is azt kaptam. Megvetted, csak átcserélték rajta a logót. Szóval annyira pofátlanul másolnak, nagyon és kemények. Megcsinálták az angol márka kínai megfelelőjét egy az egybe ugyanúgy. Tehát, hogy az, hogy telefont hamisítanak, tévét hamisítanak, műszaki cikkeket, na de kérem szépen, autót? Hát azért az nagyon szemtelen. Az nagyon és szemtelen. Mehetsz vele, hogy ne haragudjon, de már úgy értve, hogy az eredeti tulaj, vagy az eredeti cég. Semmi ne haragudjatok, srácok, ez ugyanúgy ez. Nyilván pereskednek, hát próbálnak. Olyan. Igen, próbálnak pereskedni, de megdöbbentő, csak olyan paprikára jutott eszembe, és a kínai cikkekről, hogy pont tegnap olvastam. De hihetetlen, hogy te is beálltál a sorba, hogy egy kínai márkának lettél az arca kvázi. Gyerekek, tudod, mennyit fizetnek? Hát a Gyoko is valami ázsiai sport cuccba játszik. És keresd azt a márkát itt bármelyik hiperben, vagy bármelyik bevásárlóközpontban, marhára nem találod meg. Marhára, nincs, én is ezzel a kínai történettel járok. Szerintem ki se tudja mondani. Én is csak singing-lo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 ng játszok. Igen. Döbbenet, mert hogy hamisítanak városokat, meg megcsinálják Kispárizs, Kisvelencét. Mondjuk addig jó, amíg a paprikát paprikával hamisítják, és nem téglaporral. Sajnos nem. Szerintem sajnos nem. Gondolod, hogy gondolkodnak, azt mondják, hogy a francba az olaszoknak ott van Velence. Rohadjanak meg a franciák, ott vannak itt Párizs. A magyaroknak ott van a gárd. Így van. És megcsináljuk. És megcsinálják. És fölépítik Kisvelencét, Kispárizst, megcsinálják Kisbarcelonát. Hát azt tudjátok, hogy a Hősök terének is van verziója kint. Hősök tere egy az egybe áll. Azt nem tudják, hogy hol van. Mindegy, de állítólag de mutatós. Igen. Na gyerekek, lánykérés. Lánykérés, ugye romantikázunk ezen a héten, legalábbis hétfőn, kedden és szerdán. Aztán, ha valahol hallunk egy nemet, akkor még tovább, mert akkor beugrik valaki. Pótselejtezőt játszani csütörtökön, de hát reméljük, hogy nem lesz nem. Csak egy picit. Mert ugye egy gyűrűt kaphat az, aki igent mond, méghozzá egy gyönyörű szép gyűrűt, ugye? Így egy van. Nem is akármilyen gyűrűt. Brilliáns csiszolású gyémántokkal ékesített fehér arany gyűrűt kap. Vittek el tegnap fehér aranyat, és miért akkor ma sárga arany? Van. Sárga arany? Minden nap más arany. Más arany van. Van fehér arany, sárga arany, és a harmadik az vegyes lesz biztos. Abban is sok minden ugye, van, igen. De abban minden a harmadik fajta arany nincs. Szerintem. Van? Nincs, nincs. De azért mondom, hogy a kettőt mert szokták a ötvözni. Tehát már úgy értve, hogy összecsavarják a kettőt. Azt a minden. De van vörös arany is. Nincs? Vörös higany van? Az nem jó. Ezt nem tudom. Nem, van vörös arany is, azt hiszem. Uh-huh. Szóval a lényeg, hogy ugye vártunk a múlt héten e-maileket, és arra kértük a mi hallgatóinkat, hogy aki még nem kérte meg a párja kezét, és előttünk szeretné valamit hallgatóink előtt, vagy nem tudta rászánni magát, mert nem volt benne elég bátorság, és úgy érzi, hogy ha hallgatói mögött állnak, akkor meg tudja tenni, vagy sok nemet kapott, és talán azt gondolja, hogy a nyilvánosság hatására most kap egy igent, vagy csak egyszerűen úgy érzi, hogy most jött el az alkalom, írjon nekünk e-mailt, mi kiválasztunk hármat, bár csak többet tudnánk, hát több ezer e-mail a gyerekek. Egyébként elképesztő, mindenki házasodni akar, vagy hát legalábbis lányt és fiút kérni, de sajnos ennyit nem tudunk választani, szóval kiválasztottunk hármat, és tegnap már megtörtént az első lánykérés, helyesek voltak. Nagyon aranyosak, egy ugye iskolába látogatott el Szani Roland, és ugye a vőlegény jelölt. Egy tornaórára. Egy tornaórára is a tanárnéni kezét megkérték, aki sírt. A gyerekek szétszaladtak. A gyerekek iszonyatosan szerették az egész sztorit, nagyon élvezték, az hallatszódott a háttérből. Most azon gondolkodtam, hogy ugye most fordított az eset, tehát lány kéri meg a fiú hogy összejött a bármi? A bármi is, nem hogy a Roli összejön-e a mennyasszony jelölt, nem, hanem hogy akkor itt most ki fogja viselni a gyűrűt. Hát itt a lány húzza föl a fiú kezére. Igen, és akkor egy gyönyörű, brilliánssal az ujján fog masírozni a férfi. Mutatós. Mutatós azért, mutatós darab, csak hát fura lesz egy kicsit. Kicsit fura lesz, de lehet, hogy szerzünk neki egy fiú gyűrűt, majd akkor a fiú miután, ha van igen, akkor visszahúzza a lány kezére. Vagy a lány azt mondja, hogy igen,
és a fiúval feltetett a kérdést. Igen, ez jó. Jogos, eleve érdekes az élethelyzet, hogy miért dönt úgy egy nő, hogy nem várok tovább, ha te nem, akkor majd én. Nem? Hány év lehet mögötte? Hány év keserűség? Na mindjárt meghallgatjuk. Roli itt van velünk. Hello Roli, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Azért is lenne furcsa, hogyha emberünk viselni ezt a gyűrűt, mert hogy éppen egy spakli vagy egy cserpák van a kezében, hiszen egy építkezésen vagyunk. Ez meg talán nem néz ki jól. Viszont itt van velem szemben Henny, aki nagyon izgul. 30 éves vagy, 1,52, ha minden igaz, igen, mindent elmondtam. Igen. Sziasztok, jó reggelt! Hello, Henny, jó reggel, ciao. Az mit jelent, hogy ott vagytok már az építkezésen, hogy lát benneteket, vagy még titokban vagytok ott, és nem sejt semmit? Még nem sejt semmit, a főnökkel van vele, őt beavattam, és fel fogunk menni két emelettel feljebb is, meglepjük. Uh-huh. Nem kettő, négy, azt mondták, a negyediken van, úgyhogy itt most sportolni kell. Na, tényleg, akkor szaladunk. Jó, Henny, még ne szaladjatok, egy kicsit mesélj magadról, hogy miért döntöttél úgy, ugye ez ritkább, amikor nő kéri meg férfi kezét, mióta vagytok együtt, mit lehet rólatok tudni, mióta tart a kapcsolat, és hogy pont most, mesélj egy kicsit nekünk, hogy jobban megismerjünk. Hát én idén lettem 30 éves októberben, 14 éve tart a kapcsolatunk, tehát ő az első szerelmem, és neki is én, van már egy közös kislányunk, 5 éves, Blanka hercegnőnk, és tudni kell róla, hogy 4 lánytestvére van. Őket nagyon sokáig segítette, és pont a 30. születésnapomkor adta férjül a legkisebbet, és akkor kaptam pár megjegyzést, hogy miért nem vett még el, és igazából én is úgy érzem, hogy most jött volna el az ideje. Én tettem neki megjegyzéseket, de hát férfi lejjén nem vette a lakot, ezért úgy gondoltam, hogy rávezetném arra, hogy nekem ez most már fontos. Uh-huh. Az mit jelent, hogy 4 lánytestvére van, akiket ő nevelt? Tehát addig nevelte őket, amíg fel nem nőttek, kiházasította őket ezzel a szóval, és utána tud majd most rád koncentrálni, szerinted? Így van, uh-huh, igen. Tehát ő nevelte a lánytesókat. A lánytesók most, igen, már kirepültek. Igen, igen, mindenki. Uh-huh. És azért faramúci a helyzet, bocs, hogy beleszólok. Dehogy is mondjad. Szóval, mert hogy állítólag hölgyünk azt szeretné elérni, hogyha majd felmegyünk most a 4. emeletre, akkor igazából 2 mondattal odaadja majd ezt a gyűrűt urunknak, aki meg fogja kérni az ő kezét. Így van. Ez érdekes. Csak ő a férfi. Aha, tehát nem akarod ezt elvenni tőle? Nem, semmiképp. Azt írtad itt a levélben, hogy a sógornőid megpukkadnának az irigységtől, ha ez a gyűrű meg, átadás megtörténne? Igen, irigykednek, vagy ők mit mondanak? Igen, voltunk rosszabb, jobb kapcsolatban, de igazság szerint feszültség mindig akar. Na most lesz igazán, igen, hogy ezt elmondtad. Igen, egyébként milyen szép történet, és milyen ritka, ugye? Tehát az első szerelem az mindenkinek fontos marad, az első szerelem nevét az ember megjegyzi, vissza tudja mondani, és emlékszik rá, aztán jön egy csomó kapcsolat még, és aztán végül kikötünk annál, akit elveszünk. Nagyon ritka ez, hogy ez így történik, hogy 32 éves a párod, te 30 és 14 éve vagytok együtt. Így van. Soha nem is volt más, nem is szakítottatok, nem is jött közbe senki? Nem. Vagy ha igen, akkor az a múlt homályába. Én is azt mondanám mindegy. Hát kinyírnám, ha kiderülne valami. De szép, nagyon szép kis történet. Ez főleg úgy, hogy úgy tűnik, hogy a párod egy nagyon jó ember az alapján, ahogy így lefestetted. Igen, igen, ő mindig a humora az, ami mindenen átsegít minket. És mit mond, amikor ez szóba jön, vagy mit mondott, amikor te ezt pedzegetted neki, rákérdeztél, nem akarsz-e, nem gondolod-e? Persze mondta, hogy ott vannak a tesók, oké, okay, de hogy reagált, például amikor legutóbb felvetetted, hogy hát most már jó lenne valamit tovább lépni, vagy ha eljegyeznél? Hát igazság szerint nem veszi komolyan, mivel eddig nekem sem volt fontos a papír. Meg ugyan nagyon nagy a családunk, úgy voltunk vele, hogy sokba kerülne ennyi embert megetetni egy alkalomért. Jaj, de szeretem, ha valaki jövő. Szépen, hogy az ideje, hogy megérek annyit, hogy most már egyébként szeretnék, hogy szeretnénk babát jövőre, és hogyha már a feleségként várnám, hogy nem azt mondanám, hogy bemutatom a páromat, hanem a férjem, mert most már nekem is fontos. Hát igen, meg fontos gondolom hallani, hogy a feleségem, nem? Tehát, hogy az is egy jó érzés, vagy azt is jó, igen, érzés nőnek, vagy nőként hallani, hogy itt van mellettem a feleségem. Hát a kérdés, hogy a hapsinak fontos. Igen, ez lett volna a következő kérdés, aztán elengedünk benneteket, menjetek, hogy azért attól nem félsz, hogy ő azért nem tette meg eddig? Mert hogy még egy kicsit szeretné, fél tőle, kötöttség, talán azt érzi, hogy akkor innentől kezdve nincs tovább, ami nyilván nem így van, de hogy oka van annak, hogy ő nem kért meg. Akkor nem lennénk ennyi ideje együtt, én úgy gondolom. Aha. Tehát nincs ilyen félelme a házasságtól, vagy nem beszélt erről, hogy jó, ez így maradjon, így minek az a papír? Nem mondott ilyeneket.
Nem. Én mondjuk vele vagyok. Itt van valaki, aki ezt ismeri. Oké, Rolikám, menjetek, szóljatok, ha már ott vagytok a helyszínen. Jó? Vagy elindultunk. Oké. Üres raktárépület, vagy nem tudom micsoda. Szerintem kicsit visszhangzik is. A negyedik emeletig kell felmennünk. Természetesen a munkások, akik itt dolgoznak mellettünk, nagyon figyelnek. De most merre menjünk? Mindenhol cementes zsákok. Fölfelé, Roli, fölfelé, ha a negyedikre megy. Figyelj csak, havazik Miskolcon? Közben, amíg így fölöslegesen fested le az épületet. Havazik Miskolcon? Még az is havazik. Az M30-ason, hogyha tudom, ha jól tudom, az a bejárója. Tehát, hogy 80-nal tudtunk jönni, az egyébként 130 helyet, vagy 110 helyet, még annyival sem. Csúszik nagyon az út, figyelje mindenki oda, szerintem. De csak itt Miskolc magasságában, egyébként az M3-as jól járható. No, már a másodikon vagyunk, Heri előttem, én mögötte, közben esik a hó. Mindenhol koszt, mindenhol bor, éppen az álmennyezetet építik, második emelet, igen, közeledünk. Embereink nagyon néznek, és mellettem nem működik, na be mehetünk, vagy nem mehetünk. Kérdő tekintetek, mehetünk. Jött egy SMS közben. Jött egy SMS közben, szívem, gyere már, itt vagyok a negyediket. A második jöttünk szerintem, mindenki integet, helynek, nem tudom, remegnek a lábaink, talán így, bemegyünk egy sötét helyre, oda én be nem megyek, hát ott félek. Na nézzük akkor, hogy hoppá, merre? Mi itt sem, ott egy boilert építenek. Janit kihívják a sötét helységből, bejöttünk egy másik helységből. Jani. Itt van Jani, megjött Jani. Nézd nagy szemeket. Szervusz, Sunny Roland, klassz teszem. A kedves, hát párodat nem mutatom meg, szerintem ismered őt, nem? Láttam ma valahol. Mit gondolsz, miért jöttünk? Nem tudom. Na hát akkor most mindjárt elmondja neked a Henny, hogy vajon mit is szeretne tőle. Innentől én átadom nektek a szót. Henny, kérlek, amit szeretnél. Szóval szívem, segítséget kértem a klasszentől, mivel 14 éve vagyunk együtt, férhez adtad a legkisebb fogadat is, és úgy gondolnám, hogy szeretjük egymást, és hogy rajtam lenne a sor, pedzegettem neked, és szereztem egy gyűrűt, hogy megspóroljak neked egy kicsit. Szerintem tudod, hogy mi lenne vele a dolgod, mit várnék. Most volt a, ugye a 14. évfordulónk, és hát jó lenne, ha jövőre úgy mutatnál be most már valakinek, hogy a feleséged. Az komoly. Most tényleg igaz? Hát szerintem igen, legalábbis én azért jöttem, hóesésben, nagyon sok kilométer. Nem tudok mondani. Látom, hogy meglepődtél. Ez tényleg komoly? Átadni neked. Nem szeretném, hogyha... Most érdejek le. Hogyha neked az jól esik, akkor csináld, figyelj, én nem szólok bele, amit most az a jó, az a jó, Roli, ne szólj bele, az a jó, ha hallgassuk, hogy mi történik. Szavaz, Balázs. Hello, itt se vagyok, csinál csak. Letérd el. Drága, itt szerelmem, leszel a feleségem. Igen. És most már csók, és nagy ölelés, és boldogság. Akkor volt igenis. És lehetett látni a Janin, hogy nem tud mit mondani. Rendesen lefehéredett. És most egy újabb csók, és nagyon szeretik egymást. Na most mondjatok valamit. Hirtelen első meglökönyödésből. Azt a kutyafogat. Soha nem fogok megkomolyodni. Pedig azt mondták, ha lesz egy gyerekem, egy fiam, megkomolyodok. De lányom lett. Úgyhogy így nem sikerült, és nem is fogok. Nem is kell. Négy szeretlek. Na. Még annyit hozzáteszek, hogy egyébként Janinak könnyes a szeme. Figyelj, jaj, olyan szép vagy. Na, az megható, főleg egy olyan férfinél, aki kevésbé fejezi ki az érzelmeit. Henikém, egy ígéretet halljunk tőled is, Jani ígéretére pláne kíváncsi vagyok, egy-egy mondat, hogy mit ígértek egymásnak. Ez a Jani meg fog szenvedni, de kíváncsi vagyok. Heni, te mit ígérsz Janinak? Egy mondatot halljunk. Kitartok mellette, mint ahogy eddig is. Oké, okay, Jani, te mit ígérnél? Ugye megtörtént az eljegyzés, ilyenkor mindig van egy mondat, amit az ember megígér. Én megfogadom, hogy nem komolyodok meg, és nem változom meg. Ez az! Jó volt, Jani! Így kell! Így csinálja egy igazi férfi. Megkomolyodok, nem változom meg. Elvettelek feleségű, de... Na jó, Henikém, milyen érzés, hogy túl vagy rajta? Gyűrű van az ujjadom. Ó, én nagyon boldog vagyok. Igen? Örülök neki, igen. Még és ha... úgy veszem észre, hogy ő is.
boldog. Igen, még ha kicsit fel is húzattad ezt a gyűrűt a saját ujjadra, tulajdonképpen. Ugye? Én húzta az enyémre. Igen, jó a gyűrű? Segítettem, igen, pont jó és csodaszép. Na, jaj, de jó. Akkor baszabit vagyok, vagy mi? De jó! Ez az! Igen. Figyelj, az lenne a korrekt. Figyelj, erre nem készültünk, de ott a főnököd, elkérünk tőle, és akkor a mai napot együtt tudjátok tölteni egyébként, mert megérdemelnétek. Jól van, Henny, hát nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Jani, hős vagy, hogy ezt így élőadásban, így tétovázás nélkül megtetted. Volt némi elbizonytalanodás, de ezt áthidaltuk gyorsan. Úgyhogy sok boldogságot nektek. Ez nyilván semmire nem kötelez benneteket, reméljük, hogy mire jön a baba, addigra esküvő is lesz, jó? Mert hogy egyébként szívesen elmennénk egy lakziba. Egyébként finoman meghivatnánk magunkat, igen, igen. Kultúráltan viselkedünk, nem eszünk, nem iszunk sokat, de évfélre nagyon részegek vagyunk mindannyian. Igen. Jó van. Jó van, sok boldogságot nektek. Köszönjük. Sziasztok, köszi, ciao. Hát ennyi, 2.0 mi javunkra. Rolikám, nagyon jó voltál. Ma megdicsérünk. Tegnap megvesztőztünk, ma megdicsérünk. Holnap találkozunk, vigyázz magadra, ciao. Szevasztok. Hello. Ciao. Hello. Hallgatok, írják, hogy az igazi csavar az lett volna, ugye, hogyha a Jány megkéreti magát, és amikor megkéri Jani azt a kezét, mondja, hogy nem. Igen. Nagyon kemény, és mennek lefelé, és mindenhol jobbra és balra hüpögő villanyszerelők, kőművesek, szobafestők, igen, burkolók. Nem, helyes volt. Én értem, hogy Henny miért tette meg, tehát nagyjából megvan Jani karaktere, ő az érzelmeit talán egy kicsit kevésbé kimutatni tudó, az érzelmeiről kevesebbet beszélő pasi, aki minden jó van úgy, ahogy van, minek tegyük ezt meg, jó ez így típus. Én inkább fugázok. És, igen, hát mondjuk a barna csemper rózsaszín fugával az a legjobb a világban. Az egy nagyon szép dolog. És Henny úgy döntött akkor, hogy hát itt neki kell irányítani. Jól van, na, várunk friss közlekedési híreket, helyesek voltak. Ez nagyon, egy jó pillanat. Szeretem a csöndeket, nem? Amikor úgy nem tudod egészen, hogy mire fut ki a dolog, és hogy csönd van. Várunk közlekedési híreket, mert sokan vannak még bajban, írjatok, hogy mi a helyzet a MÁV vonalain, mi a helyzet az utakon, és holnap 8 óra után az utolsó lánykérés, tehát még nem késő e-mailt írni, ha valaki szeretné ezt a csodaszép gyűrűt. Akkor írjatok nekünk. Eljegyzés, hogy van? Eljegyzés, kukacklasszefem.hu, így van. 8:30 múlt pontosan, 3 perccel jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 van pontosan. Jó reggelt kívánok, egy jó kis Aerosmith gyerekek. Hát ez abszolút témába vág, és abszolút jó dal, és nagyon szeretjük. Előremutató. Így van, igen. Reméljük, hogy ez a jövő megint. Azt mondja, hogy sok-sok közlekedési ír. Gödöllőtől az M0-ig ingyenes az M3-as, csak személyautóknak, így a Marcsi. Kerepesi út, Fogarasi út kereszteződésében rendőrök irányítanak, lámpa nincs. Békásmegyer, Kaszásdülő, 40 perc, gyerekek, te jó Isten. Óriási szívás Budaörsről Budakeszi felé, nagy nehezen eljutsz Budakeszi határába, közben szánakozva nézed, hogy Budaörs felé milyen dugó van. Majd Budakeszin a polgárőrök közlik veled, hogy nem lehet Budapest felé menni a leszakadt ágak miatt. Visszafordultam, és most a dugóban állok, miközben látom a szembejövők örömteli pillantásait. Ha tudnék, szólnék nekik, hogy ne örüljetek, mert nem sokára ti is meg fogtok fordulni, és jöttök vissza. Attila küldte nekünk. Rengetegen közlekednek világítás nélkül, mondjátok be, legyetek szívesek, hogy életveszély. Így közlekedni, főleg ilyen időben, üzeni János. És 24-es főút Parácsasvártól Mátrafüredig lezárva. Parácsasvár elesett, az áram tegnap délutántól akadozik, telefon nincs, ez Bümci küldte nekünk. Valamint tegnap délután 6 órától nincs áram Kistarcsán, ahol lakom, itt se fűtése, semmi, tudtok valamit, vagy esetleg a hallgatók, köszi, hogy foglalkoztok vele, írja Attila. Igen, minden ilyen SMS-t beolvasunk, a szolgáltatók tudják, katasztrófa elhárítás tudja, nézzük a híreket, dolgoznak mindenhol, hogy minél több helyen legyen újra áram, tudnak róla, úgyhogy dolgoznak az illetékesek természetesen. Ha valaki elakadt egy autóval, és gyerek van, család van, senki nem segít, akkor írjatok, abban tudunk segíteni. Komplett falvaknál, kisebb városoknál, településeknél az áramszolgáltatást nem tudjuk megjavítani. Ha valaki konkrétan úgy van bajban, hogy nem jut ki valahonnan, vagy autóban van, és elakadt, és elfogyott a benzin, és gyerek van, család van, szóljon, vagy hegyedül van természetesen, akkor is. Na, egy-két SMS csak reagálva ugye a lánykérésre, ami egy fiúkérés volt. Gratulálok Herinek, akinek új korszak kezdődik az életében, most jön a 14 év jegyesség. Ezt Ági küldte nekünk, szép meglátás egyébként. Hát nem véletlen kérdeztem én is Henit, hogy nincs-e más oka annak, hogy János talán nem kérte meg még az ő kezét, halva János érzelmi töltetét és szókimondását. Ő nem az érzelmek megéléséről híres valószínű. Helyes volt, hát a pasik nagy többsége egyébként ilyen. A hangját nem nagyon hallottuk, de lehet, hogy hihetetlen a mimikája. Tehát arcban eljátszott. Igen.
Sziasztok, én nem vagyok érzelős típus, legalább eddig azt hittem, de jó, hogy már nem a villamoson voltam, én is bekönnyeztem, ezt Sanyi küldte nekünk. Gyerekek, fantasztikusak vagytok, én egy boldog fér vagyok, és férlétemre mindkét igennél könnybe lábadt a szemem. Gazd Robi üzente ezt nekünk. Aztán valaki csak annyit ír, na, ennek a Palinak kampec dolgó lesz. Írja valaki. Hát János temperamentumát ismerve azért tényleg ebben a jegyességben még van egy bruttó 8 év. Megígérte, hogy semmit nem változik, ugyanilyen lesz, mint eddig. Ezt imádtam. Te tudod, az ígéret tényleg arról szól, hogy ígér valamit, hűséges leszek, szeretni foglak, minden megoldunk, csak benned gondolkozom. Nem változom. Ja, marad minden úgy. Egy dolgot olyan... ígérhetek meg, nem változik sem. Ugyanolyan leszek, mint eddig voltam. Nagyon. Ez szerethető volt. De ezért érdekes, amikor egy lány kéri meg a fiú kezét. Elengedték vajon a munkahelyéről Janit? Hát, itt érdekel most, hogy én is oda néztem, ja. Elengedték? Szerintem nem. Szerintem ezt ma ledolgozzák, és aztán este egy hatalmas hancúrral ünnepelnek. Hatalmas hancúrral, mi? Igen. Gyerekek, még mindig az M31-es 3-as főúton áldogálok, rendőrök semmit sem tudnak, azon kívül, hogy vissza a Gödöllő felé hívjatok. Írja valaki, igen, ott az M31-esnél leszakadtak a vezetékek, úgyhogy ott is csinálják. Ha van valami változás, akkor szólunk. Na, játszunk, jó? Egy jó kis hármasugrást, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Robi vagyok. Szia! Robi, hello, Robi, jó reggelt! Hello. Na, mi a helyzet Győrben? Egy gyors kis hangulatjelentés nekünk. Mi esik? Járhatatlan minden. Tényleg? Komolyan megyek most próbált fel, úgyhogy nyomvonalok tele vannak vízzel, teljesen hibátlan. Atya Isten. Robi, próbálj meg a telefonba beszélni, kicsit rosszabbul hallunk. Ki vagy hangosítva, vagy ki vagyunk hangosítva? Abszolút, megálltam. Ja, megálltál, jó. Csak olyan, most már jobb. Egy kicsit jobb, igen, olyan, mint elfordítanád a fejed. Szóval, hogy autóalkatrészeket szállítasz, és ott is nagy káosz van, ennyit értettünk a dologban. Így, ahogy mondtuk. Hajaj, jól van. Milyen autóalkatrészek? Mindenféle? Vegyes? Mindenféle. Miért kéne valami? Hát, mi van? Sose lehet tudni, mikor jön valami. Az egész kamion. Tegyetek le nálam minden. Nálam minden kell mostanában. Oké. Milyenek a kérdések, Jani? A hallgató barát. Oh. Hát, attól függ, milyen az a hallgató. Ó, oh, köszi. Na, meglátjuk. Mehetünk, Robi? Persze, mehetünk. Nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Ki énekli egyik dalában, hogy ó, de szép. Már nem ezt, hogy ó, de szép, hanem... Oh, ez nem szó. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Ákos. Igen! Négy van. Az egyik legjobb dala. Ezt én is így gondolom. A Hello az egyik legjobb Ákos dal. Igen. Majom a ketrecben, az a másik, azt is nagyon szeretem. Tegnap hallgattam, tehát Ákost hallgattam. De Majom a ketrecben, az egy jó kis dal. Menjünk tovább! Ez majdnem olyan jó, mint a Sing Sing-től a Majom csapda. Lehetünk még szerintem. Jó. Sapka sál, ez egy új dolog nálunk, nagyon szép. Bizony. Klasszikus logóval, ezeket nem dedikáljuk. Mert csak fekete filcünk van, és a sapka is fekete. Sok értelme nem lenne. De csecse. De nagyon, nagyon, nagyon jól néz ki, igen. Kóser, faja. Na figyelj, itt szól a második kérdés. Melyik tudományos, fantasztikus filmsorozatban szerepel az Enterprise csillaghajó? Star Trek? De jó vagy? Bizony. Hogy járja a végtelen űrt. Újra és újra. Milyen jók voltak a legutóbbi mozifilmek? Egyet sem láttam. Na gyerekek, én úgy vagyok a Star Trek-el, mint Feri a mozival. Ugye? Mindenki is. Egy részt, egy mondatot. Az a hosszú fülű csávótól megőrülök, semmi. Nem tudom, miről szól, nem tudom, mi a története, nem tudom, ki megy, hova, de hát körkapitányt a klasszikus filmekben T.G. Hooker játszotta? Azt tudom, de hogy abszolút kimaradt. Na mi legyen, Robikám, mit csináljunk? Menj tovább. Témakör? Megkérdeztem. Hát ez János talán tud témakört mondani, én szerintem nehéz. Heraldika. Heraldika, igen. Ezt tudtam volna mondani, csak így nem biztos, hogy tudod, hogy mi a témakör, igen. Akkor úgy mondom, hogy címertan. Majd segítünk. Címertan. Az a heraldika. Nehéz egyébként szerintem. Tényleg? Nem. Nem. Janinak semmi se. Szerintem tudhatod. Na most már ideig eljutottál, ne állj már meg. Kösz.
Jó, jöjjön a harmadik kérdés. Karácsonyfa dísz. Klassz FM-es morningshow-s karácsonyfa dísz. Tévedés ne esik, ezek nincsenek dedikálva, de érthető okok miatt nyilván. Így szól a harmadik kérdés. Milyen állat látható Berlin címerében? Na. Berlin. Berlin. Mert a Berlin. Ha, nem jó. Rossz. Jó. Oroszlán. Megkapkodj. Hát, nem. A felegye meg. Medve. Hát medve. Ott van az aranymedve a berlini filmfesztivál. Egy csomó. Hát ezt nem tudtam, szerintem sajnos. Elsétlen módon. Igen. Hát ez van. Na jó, elfogad. Hogy is sajnos nem tehet. Na, bumozzunk egyet. Jó. Bumozzunk egyet. Hát, olyan régen volt, gyerekek. Hát olyan régen volt, nem? Hát, ha csak nem fagyott le a Boom szoftver. Nálam, nálam bejelentkezett. Miatt. Jelentkezzen be a Boom szoftverhez, ez van ugye a Rising Starba. Még 20 másodperc bejelentkezni, nem? Na. 20 másodperc. Nálam bejelentkezett. Nálam is felállt a rendszer, és most a Boom is. Jó, de nálad a rendszer reggel ott áll. Nem mindig áll. Nálad a rendszer állandóan áll. Mostanában mindig csak 3-4-9-től valami. Mehetünk, Robi? Mehetünk. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok, tiki-tak. Jaj, 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 jaj. Okay. Jaj, sajnos ketten elvéreztek. Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Az ehegy, kett a betyár mindenit. Azt a mindenségé. Hát, hát a kutya fáján, mi van? Hát nálam villog, hát. Hát nálam is. Nálam villog. Nálam is megvan. Várjál már a villog. Harmadik meg. Igen! Megvan az ajándékcsomag! Hey! Mekkora van? Adott a szoftver! Köszönöm! Robika! Mondd, megvan az ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Ritkán ad, érzi a karácsonyt. Lelkemet. Nagyon jó. Küldjük neked. Jó, Robi. Szép napot. Ügyes voltál. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia. Ciao. A gyerekek. Á, na, meg is van neki. Hát most mondd meg, nem? Milyen? Kézzel festett. Igazi kézzel festett. Klassz FM-es karácsonyfadísz, sapka, sál és pasztartó. Így van, igen. Na jól van. Kedvan gyerekek, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi, ugye? Úgyhogy jövünk a hírek után, meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, mi a helyzet az utakon, arról is mond nekünk sok mindent, aztán jövünk, és a hírek után Kassa Tibivel folytatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, kedv van, és hát gyerekek, még mindig ramaty állapotban az ország. Már ami legalábbis a közlekedést illeti, elzárás, lezárás, és ónos eső, favágás és eltorlaszolt utak. És rengeteg közlekedési hír, Hollóházán szakad a hó, gyerekek, meg is marad 5-6 centi, ezt Ati küldte nekünk. Ugye, hogy nem jó ott ülni? Én tudom. Ott ülök 4 éve. Nagyon élvezem. Itt állok az M7-esen, kinek a kocsijába üljek át? Ezt Zoli küldte nekünk. Zolikám, hát találj egy kocsit, ülj át. És Valkok Ödöllő között le van zárva az út, volánbuszok kerülnek Baktúra irányába, 30 perccel hosszabb a menetidő, kimaradt egy távolsági járat, és csak Gödöllő vasútállomásig közlekedik. Gyerekek, tudtok infót? Ennél többet nyilván nem vagyunk ott, de ha megírod nekünk, akkor mindent beolvasunk. Gödöllőről Kerepes felé esélytelen, visszafordítanak mindenkit, oda-vissza 6 kilométert tettem meg egy óra alatt, a hévfotló busz az órom előtt fordították vissza a körforgalomban Gödöllőre, ezt Georgi küldte nekünk. Aztán Trafipark Sopronban, a 84-es főúton, a Vabi parkolójában Csiger üzeni, Margit körút kifelé elesett, teljesen esélytelen, ezt is SMS-ben kaptuk, és van azért, nem, ez se jó. M35-ös, M3-as Debrecentől Budapestig eső, havas eső, 1-2 fok. Négyes út Debrecenig remek, hoppá, az első jó hír ma reggel. De jó! Négyes út.
Debreceni remek. Fehérváron a 8-ason mérik a Veszprém felé haladókat a körforgalom után, ezt pedig Elli küldte nekünk. Hát igen, nem túl fényes a helyzet, gyerekek. Az az igazság. Na, kedv van, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kasza Tibi. Ha bazin a jacuzzi-ban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintjétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Wow! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hey! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Mama, mama. Gyorsan egy fontos dolog, milyen az út? M3-as, Szada, környéke, bejövő, nullás, minden oké? Okay? Arrafelé? Szadán nagyon csúnyán a fák letérdeltek az útra, tehát azt lehet látni, amit mindenütt máshol, hogy a jég ugye rá, vagy az ónos eső ráesett a fákra, és szépen az letérdeltette a fát az útra. Orbitális szóváltásba is kerültünk a párommal, aki ugyanis hát úgy volt vele, hogy hát ez csak egy ágannak, hogy kicsit meghúzza a kocsót, mi is egy ilyen 50 kilós fágnak írtó cuki, tényleg egy 4 hónapos jogsérülés, és elmagyarázta nekem, hogy azt nem lehetett volna kikerülni, mert ja, mellette, ő vezetett. Igen, a párom. És ment, és akkor egy 40-nál, és akkor mondom, kicsi, neki mentünk egy 50 kilós jeges fágnak. Nem, mert azt nem lehetett volna kikerülni, mert ott már hárok van. Kicsim, gyere, üljél át. Most visszamegyünk, és megnézzük, hogy ki lehetne kerülni. Visszamentél. És az a baj, muszáj voltam megmutatni, hogy vissza tudunk menni, és ki tudjuk kerülni az 50 kilós jeges fágat, anélkül, hogy letörni a tükröt. Úgyhogy, ez egy presztízs harc. Tehát ha nagyon sülésen ülsz azért, mert akkor a párod vezet, és hát te beleszólsz, ha a másik oldalon ez egy harc. És mondom, hogy megálltunk, de tudod, az elején mindig figyelek, hogy ne húzzam fel magam. Ti fölhúzzátok magatokat, hogyha láttok ilyen, tehát hogy fölhúzod magad, hogyha mondjuk látsz, hogy melletted kialakul egy szituáció, és végignéz Danyosról? Hát ha az ő autójával megyünk, akkor kevésbé. Na jó, igen. Értem. Akkor igen, ha az én autómmal megyünk, akkor azért hogy mondom, hogy finom, jaj! Tudod, nagyon ritkán vezeti, de akkor nagyon tudok nyögni. Pár nappal ezelőtt a következő szituáció, imádom, legnagyobb. Megyünk egy ilyen lámpánál, balra kanyarodunk szépen egy szűken kisíbe, egy ilyen elég hülye helyen van ott egy ilyen magas patka. Mondom a páromnak, kanyarodunk balra, és mondom, hogy már látom, hogy rossz szíven veszi. Kicsim, vigyázz, pufa patka. Miért menne ki? Mert megijesztettem, mikor mondtam, hogy vigyázz. De igen. Szóltál rá. Tehát én voltam a hülye, hogy szóltam, hogy vigyázz, mert ha nem mondom, hogy vigyázz, akkor nem ment volna neki. Nem azért mondtam, hogy vigyázz, mert már láttam, hogy neki megyünk, nem? Igen. Ez a ne szólj, úgy is tudom. De ha nem tudod, hát megtörtént. Igen, ismerem. Mert szóltál azért. Igen, mert beleszólsz. Mert rám kiabáltál. És tegnap kipróbáltam. Ha nem szóltál, miért nem szóltál, ha láttad? Tegnap azt mondta, szintén kanyarodtam ki, és én azt hallom az anyósülésről, hogy na most én is megjegyzem, vigyázz! Hogy hát akkor én is neki megyek a patkára. Kicsi, értem. Mondom, úgyhogy tegnap én halálén nyugodt hangon mentünk fel a dombon, láttam az 200 kilós faágat így kitérdelve az útra. Kicsim, majd figyeljünk. Kicsim, neki mentünk egy faágnak. Neki mentünk egy faágnak. De nem lett volna kikerülni, mert mellette már akkor belementünk volna az árokba. Nem ilyen tájszólással beszél nyilván pár, de igen. Ez élet a hullócsillag is. De szemét, az a nekem így jó. Ez nem a hullócsillag. Ja, az a hullócsillag, igen. Most kicsikén, most visszamegyünk, és megnézzük, hogy ki lehetett volna kerülni, és oda-vissza kikerültem, és marha boldog voltam, hogy 10 éves jogsival kibírtam kerülni a faágat. Azért tudtad kikerülni, mert ő már arrébb lökte. Amikor először neki mentetek, ő vezetett, ő arrébb lökte. Pont. És te már elfértél. Illetve ő már akkor begyakorolt egy ilyen ívet, és én már csak azt az ívet tökéletesítettem, ennyi, amit ő már kijárt. Na, de nem is ezzel akartam egy picit bekezdeni. Ferinek találtam egy baromi jót. Ugye rengeteget marjuk a Ferit a... 46-os gumicsizmát. Igen. Kicsi lesz az? 3XL-es slim zakót. Nem, Feri sokat marjuk ugye az automárka miatt, amivel jár. És találtam hozzá egy őszinte hirdetést, ami végre tiszta vizet önt a pohárba. Aha, nagyon várom. Ki az az áruló, aki eladja a... Egy valaki, mondom neked, hogy milyen szöveggel adja el.
a kis alfácskáját, azt is szabad mondani, ugye? Persze, sokat említettek. Na, mondom neked, itt van egy kép. Neked ilyen van, Feri? Valami ilyen, nem? Hasonló. Azt mondjam, mi ez? Nem. Na, mondom neked, az őszinte hirdetés Feri automárkájára. Eladó életem megkeserítője, ez a roncs. Szerencsét. Ha unalmas az élete, vegye meg, nem lesz az. Úton útfélen le fog rohadni. Fejleszti a probléma megoldó képességet. Ha magányos, hamarosan sok új barátra tehet szert. Autószerelők, vontatók, segítőkész idegenek személyében, amit ne várjon el, hogy bárhova is odaér. A gatyánkat is ráköltöttük, mégse hajlandó szolgálni, szinte mindenki van benne cserélve, de elsősorban olyan nagy lelkű, kedves, megértő ember hívását várom, aki kifizeti kezembe egy kalapácsot, hogy szétveressem. Őszinte. Nagyon jó. Ez alapján simán oda mennék kicsit haverkodni, és közben rögtön eszembe is jutott egy sztorit. Én meghirdettem a múlt héten egy fényképezőgépemet, és figyelj, föl kellett pakolni ilyen online-ra, és ott a karcmentes, a megóvott, a garázsban. A nem dohányzó, garázsban tartott. A garázsban tartott. Női sofőr. Csak nő által fotózott, a csak nőket látott objektív. Leigazolható kattintásszám. A kattintásszám. Figyelj, és amikor fölraktam a hirdetést, ugye rá volt írva, hogy az állapot az a makulátlantól, a makulátlan sértésnek veszem, tehát a kitűnő jobb, az. Jobb, mint becsomagolva. Igen, tehát, hogy ilyet nem tud így megjönni. Csak annyi, hogy örülök, hogy nem látta az, aki megvette azt, hogy egy ilyen alkoholos filccel ülök, és az ilyen apró karistokat fekete markertollal így rajzolgatom át. A legalja. De hogy én is magam láttam, hogy belehúztam magam ebbe, hogy hirdettem a fényképezőgépet, és nem tudtam, hogy hype-olni. Tehát ez a csak sejemben tartott, sejemben megfogott, nem tudom, közben egy, figyelj, ha láttam már ilyen ütött vágót. Elvitték? Figyelj, úgy vitték el, hogy izé. Miért? De nem tűnik fel senkinek, hogy hazudtok? De nem, hát alkoholos filccel, az összes karist le volt izélve. Na igen, de az le fog róla kopni előbb-utóbb, érted? Az első esőnél már nem leszek ott. Figyelj, nem véletlen, nem adunk el családba semmit, ez nincs. Tehát, hogy családba te bármit használ dolgot adtál el, ritka családtagok azért ritkán adjuk el egymásnak a dolgainkat, inkább odaadjuk. De hát ez fura. Mi máshogy? A család fogalmát máshogy értelmezünk, még sose adtam el anyámnak egy jó bizniszen volt. Érdekes, a családtagjaimnak még nem adtam el semmit. Anya, akkor veled, hogy valamennyit visszaadok. Haveroknak még csak a családomat ritkán verem át, de hát vannak hibáim. De közeli ismerősnek sem adsz el szívesen. A húgodra gondolsz? Igen, a 46-os tornacsukámat a húgomnak, de hogy közeli ismerettség körben is azért nem adunk el dolgokat, mert tudod, hogy visszajön. Tehát vigyék el jó messzire, és amikor kiderül, hogy rohadmányosan átvertük, akkor már legyen lehetőség szerint másik megyébe, nem? Hát autót csak úgy, hogy aláíratod vele, hogy nincs reklamáció. Megnézted, tesó, tiéd, szevasz. Elvileg az adásvételi szerződésen ott van, hogy minden rejtett hibát elmondtál, és hogy... Hát de nem mondod, de azért nem mondod. De hogy a vevő átvette, elolvas, és ezután már nem reklamálhat. Tehát ott van az adás. Igen, csak a vevőt nem látott többet. A rokont meg azért látott. Vagy szerintem rokonnak kell adni, például autót, szörnyű. Aha. Sokkal rosszabb, mint idegennek. Ott van, azt hiszi, át akartad verni, magyarázkodsz, nem tudtál róla, összeveszik. Hát az egyik első automat, amit nagyon szerettem, azt a Berecki Zolinak adtam el. Igen, most igen, én is amúgy vörös vagy, csak festem. Nem, de hogy szép. Kicsit szorongtam azért miatta, hogy nem, tehát oké, volt minden az autóval, de azért mondjuk, hogy egy 3 hónap múlva csörög a telefon, hogy keresztbe könyökölt valahol az izé, nem tudom, melyik autópályán az egész megállt, akkor most ott kell magyarázkodni. Én is szorongam, hogy megjelenik a kapunk előtt Berecki Zoli, hogy idézték, hogy elhúzzám függét. Nagyon szorongani kezdenék, meg lenne a veszély, hogy Berecki rám csörög, azért én sem tudnék nyugodtan aludni. Szemetek vagytok. De hogy az volt az utolsó, amikor ismeretség körbe bármit így értékesítettem, mert azt én rájöttem, hogy ezt nem szabad. El kell kerülni, mert hogyha valaki távolabbra jön, annak sokkal lelkiismert furulásmentesebben lehet hazudni. És karcsmentesen eladni bármit. Ti abszolút nem, egyébként nem voltok kihirdetősek, Jani, te? Semmit? Ő hát én inkább vevő vagyok, inkább egyébként körültekintő vevő, igen, meg én hát úgy vásárolok, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon hosszú időre. De eladni nagyon ritkán adok el, inkább. Hát a Viki odaadok. A Viki ad el. A Viki nagy eladó vevő, igen. Hát tegnap is elvittem valami helyre, ahol találkozott valakivel, és álltam negyed órát vészvillogóval, mert ő bement egy metró aluljáróba valamit csencselni. és utána ment, mert 600 forintért tudta megvenni, egyébként 850 forint lett volna a boltban, nem tudom mit, és 3-4 óráig álltam, míg az Arany János utcai metró megállóban csencselt valami vadidegennel. 5000 volt a benzin, plusz 15000 a büntetés. Igen, és jött, hogy nézd, de jó, de szép, na menjünk. Szóval, hogy gyönyörű. Ő nagyon nagy eladó, vevő, néző, utána jár, a legolcsóbb, turkáló, de imádja. Ez a föltuningolt őszinte hirdetésben itt van példa, tehát, hogy hány kilométer van az autóban,
a kilométer óra állása szerint, de igény szerint oda tekered, ahova akarod. Igen, ez az őszinte. Én például, ha vennék valamit így használtam, én csak erre mennék rá. Az őszinteség nem tök jó? Hát igen, egyfelől persze. Figyeljetek, csak ez, gyerekek. Mostantól csak őszintén hirdetünk, jó? Uh-huh. Ha valami rohadmányosan ütve verve van, azt úgy hirdetjük meg, jó? Én most készülök eladni az automat, én se csalhatok? Hát te se, te főleg nem. Megkímélt, csalhatok? Gyönyörű, tip-top, sosem hagyott ott, szervízben nem volt, garázsban, csak női sofőr. Női sofőr, nem dohányzó, keveset futott. Minden, amit az autóról tudni kell, MP3-ban letölthető a Morning Show. Én csak külföldön tudom értékesíteni. A keveset futott az igaz? Az igaz. Mert hogy állt. Így, hát, sokat állt keveset. Jött mondjuk azért a napoénja az lesz, amikor én feladok egy ingatlan hirdetést, hogy a jeladó Kassa Tibornál lehet érdeklődni, csendes környezet. Nem? Igen. Tehát főmarketinget, jó szomszéd, jó szomszédi viszony, jó fölépített szomszéd, jó felbrendelt szomszédság, de nem az őszintétlen hirdetések, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na? A csúfot mindig bele tudjuk verni valami, főleg az ünnepek előtti. Sokat foglalkoztatok azzal, hogy ez a kötelező borravaló, hogy ez mennyire jó dolog. Ott arra jutottatok, hogy nem jó dolog, ugye a kötelező borravaló, hát, nem szerettük. A kötelezőt azt elvetettük, igen, az nem korrekt. Igen. Azért akartam csak előjáróban mondani, hogy azt elvetettétek, ugye? Ez fontos lesz majd az a témádnak? Az a témádnak? Igen, csapdát állítasz? Ez fontos lesz majd a végelszámolásnál. Figyeljetek, főleg ünnepek előtt engem rohadtul idegesít, és nem azért, mert spúr vagyok. Én mindig jattolok, sőt, szerintem én indokolatlanul sokat is jattolok, mert... Jattolsz, vagyis fogsz kezet? Igen. Finom volt. Fogadjál egy kaffetédét. Isten fizesse meg. Igen, nyilván erre gondoltam, de hogy mindig adok borravalót, általában nagyon sokat, de azt utálom, hogy egyre inkább látom azt, mondjuk főleg benzinkutakon, meg olyan helyen, ahol azért pörögni kell, hogy mondjuk 2994 a számlád, és azt az összeget te már egyébként kiírva még látod, de a büdös életben nem fogod hallani. Tehát az már 3000, és így is van bemondva. Tehát minden egyes fizetésnél te már 3000, 5000, 6000, tehát az a 6-8 forint, ami ott még ott lenne, az már kimondva, az nincsen, mert úgyis odaadnád. Mm-hmm. Hát ugye 5-re fel kell kerekíteni. Miért? Hát mert 4-5-re, de 4-dél egészre. Jó, abban simán, igazad van. Simán. De 4-5-re igen. Igen. De simán kerekítettek, 8-10 forintok gyerekek simán nincsenek már kimondva. Legyünk őszintén, kutakon már, vagy ilyen-olyan helyeken a pörgés van, ott egy 8-10 forint már simán nincs bemondva, fő van kerekítve, azt 3000 lesz, mert rád néz, azt úgyis oda fogod adni. Aha. És engem ez csak az a baj, hogy tényleg odaadom, de ezt ne döntse elő, ezt majd én eldöntöm, és akkor majd én adok. De hogyha hogy kiszámolgatod, mondjuk főleg akár ünnepek előtt, mikor rohadt sokat vásárolsz, ott mondjuk egy 8-10-szer naponta így 10 forintokkal átizélnek, az annyit jelent, hogy 3-5-10-szer forintokat... 8-10-szer 6 forint azért az 60 forint. Egy nap az főszorzott, már 2-3 ezer forintról beszélgetünk, az ugye valakinek az pénz. Most nem, nyilvánvalóan nem leszek álszent, nyilván nem erről szól a dolog, hogy én nem engedtek meg magamnak havi 3000 forinttal, nem lehet engem átvágni, sőt sokkal többet adok, de az elv alapvetően engem idegesít, amikor már összeget nem is hallod. Hát én vállalom. És ilyenkor... Az ítéletet? Nem megszületett, ha még akarjátok ezt nyújtani, nem, mert bennem megvan az ítéletet, nyugodtan. Én azt gondolom, hogy jattolni kell, én mindig jattolok is, mert azt gondolom megérdemlik. De ők meg akkor tegyék meg, hogy legalább, nem tudom, emberségből bemondják a normális összeget, és nem kerekít fölfele. És ezután is jattolsz? Vagy ezután már nem jattolsz, hogyha kifizetel? Amikor fölkerekíti, akkor vigyel azt, mert akkor ő megkerekíti. Amúgy adtam volna rá 200-at. Na. Aha. Jó. Persze. Egyes szintű, abszolút indokolatlan fölkerekítés. Majd kicsit korábban jönnek. Holnap már nem jönnek. Igazi szemét állatok vagytok. 9:30 lesz, 2 perc múlva. Arra gondoltam, hogy esetleg azért kellett ilyen gyorsan ítéletet hozni, mert nincs témát, Tibi. Rohadtul nincs. Ebben nem volt több. Én úgy odaadom azt a 6 forintot, mint a 20-at. Engem ez nem zavar. De nem azt mondtam, hogy nem adom oda. Csak azt mondtam, hogy ne kerekítse föl ő. Idegesít, érted? 9:30. Böki a csőrömet. 9:30, és talán arra kell gondolnunk, hogy hosszú évek óta, sok-sok lelkiismeretes készülés után... Várj egy picit, Bali, odaadom neki, hogy adjad szépen ide. Sok-sok lelkiismeretes készülés után, talán egy karácsony előtt, most az egyszer.
Nincs témád? Rohadtul nincs. Rányomom, és megyünk tovább. Nincs témád? De van! Bár még mindig benne van a kilométerenek, nem megadod meg ki a csőrömnek, de annyira ki volt találva. Annyira érzem. Figyeljetek, emlékeztek még arra a korszakra, amikor nem találtad a kulcsodat, és megoldást kínált rá a technika. Így van, fütyülni kellett. Jó, ide jó, az tapsolós vagy fütyülős kulcs tartó. Rá kellett rakni a kulcscsomódra, és ő visszafütyül. Az évtized legnagyobb átverése volt. Miért? Nagyon jó, persze. Soha nem tudtunk olyat venni anyámmal, ami anyámnak a garrob szekrénye megtalálta volna a kulcsát. Két gyerek meg apám így jártunk, fütyültünk, a kulcs semmit nem csinált. Egy nap alatt lemerült az elem, és sose találtuk meg. Visszaköszöntött ez a boldog korszak. Visszaköszöntött. Mostantól a mobiltelefonunkat kereshetjük fütyülészve. Van egy alkalmazás, ami a háttérbe fut, és mostantól fütyülsz, és csipog a telefon. Ne! Hogy hol van? Jó. Ez jó! Itt van, telepítve, tesztre készen, itt van a telefonomon, legyen az, hogy Balázst megpörgeti Zsül, és mikor már szédül, akkor elkezdi keresni a telefonomat. Na, csukva a szemedet, Mali, csukva a szemed, elrejtem, okay. És lesz. A fütyülészve megtalálod. Nem, két dupla kézzel fogom. Ne lessen, figyelj! Nem lesen. Gyerekkorában is így csinálta, hagyjad messze a dupla kézzel. Na, rejtem, figyelj! Na, jó, tész ki! Azt a neki! Jó ide, elrejti! Na már bejelzem! Nem is fütyüljél már! Tökre olyan volt, mint egy fütyülés, ahogy mondtad. Hallod? Mi vagy, aki Haki Tamás? Na? Hát ez nem hiszem el! Nagyon jó a program, Tibi, nagyon jó! És most jöjjenek a nap legjobb pillanatai! Kifütyült! Most teljes csönd! Ja, kimondtam a fütyül szót! De maradj már csöndbe! Ő volt, nem ilyen fütyültem! Így nem tudom eredni. Na. Várjál! Mehet! Ott van, Tibi, ott van! Jó, de ott nem van. Lehet érzékenységet állítani? Nem az a baj, gyerekek, nem az a baj, hanem ezért ez... Kussolj már! Fütyülös barát! Nagyon jó. Ez egy hihetetlenül jó applikáció, Tibi, én nem töltöm le. Nem. De kösz! Nem az a... Rogy! De egyébként nem rossz. Kérdés, mennyire rossz. Szívja az aksit, de önmagában nem hülyeséget. Ez az, tehát tudod, mi szokott lenni ilyenkor, hogy van a fütyülés applikáció, a háttérben fut, fele annyi ideig jó az aksit, mert egyébként mindent lemerít, és többet fogyaszt, mint a Google. Figyeljetek, nem ez a baj. Aha, ha nem? Hanem az, hogy ezért a szarért én 600 forintot fizettem tegnap. Eurocent, tényleg? Hát ez nem is eurocent, ez 2 euró. Hát valami nem tudom mennyi, de hát ugye azért rendesen fia. Aha, ez, hogy magától csiporog ez a rohadmány. 600 forintot meg sajnálod a benzinkutat. Igen, 600-at elkülteszi erre, 6-ot meg olyan sírsz otthagyni. Nem érted, hogy mit mondtam, hogy attól ott csak azt nem akarom, hogy ő döntse el, hogy mennyi. Egyébként nem hülyeség, mert tényleg az ember nagyon sok helyre tudja eltenni a telefonját, tehát ezt meséltem nektek, a Viki legnagyobb telefonálhagyó, hogy mennyire jól jött volna neki ez a fütyülős dolog. Egy napon keresztül kerestük a telefonját. Egy napon keresztül, ezt talán elmeséltem. Tudod, hol találtuk meg? Leült a WC-re, és a nadrágjából beesett a kagylóba, és nem egy igaz. Napon keresztül ott volt a telefon. És jártatok rá, és így közben... Mi az ott? Célba lövök, tudod, és láttam, hogy a telefonja, de én örültem, hogy eltaláltam. Nem, valahogy bement a fürdőszobába, vagy a WC-be, és ott ilyen végső elkeseredésében fölkapcsolta a lámpát, felhajtotta, és belenézett. Viki, ez ne a tetelod? Várjál csak, a tiéd nem barna volt. Neked nem az üst volt, Viki. És megtalálta a telefonját, beesett neki valahogy, igen, földön kerestük, letiltás, találd meg saját telefonon, ben volt a budiban. Ott nem tudom, hogy működött volna, nyilván a telefon elhagyta magát, egyébként fölállt egy nap múlva. De hogy a leglehetetlenebb helyeken tudod elhagyni a telefonodat, erre jó a program, még a budiban nem, nyilván de olyat nem próbáltál, hogy mondjuk sugára, zével, vizelet sugára fölvenni hívást, meg ilyeneket, az a baromi jó lett volna, jön egy anyát keres. Igen, kígyót játszom. Nem, ő találta meg végül, tehát ő jött rá, és ment be, mondom, ilyen végső elkeseredésképpen a WC-be, és ott volt. De tényleg el tudja adni az ember. Utalva arra, hogy ez a program nem hülyeség, szerintem nyilván megzabálja az aksidat 2 óra alatt, de jó lehet. Egyrészt megzabálja, másrészt meg ugye így nem fogod elhagyni, mert magadtól fogod földhöz vágni. Tehát, hogy ez konkrétan csipog neked egy ilyen 8-szor, és onnantól kezdve magadtól fogod földhöz vágni. Jó, ez maradjunk annyi, hogy baromság. Mit vesztettünk el gyerekkorunkban? Tessék, én most kicsit visszagondoltam, hogy milyen ilyen nyomorúságos elvesztő sztoriaim voltak, amire jó lett volna egy ilyen megtalálós vagy csipogós dolog. Iskolatáska, komplett iskolatáskát vesztettem el úgy. Hogy? Komplett iskolatáskát, egész nap kitartottam a hazugságom mellett, hogy az iskolába hagytam, mindenki meg volt nyugodva, mert én nem féltem, hogy baj lesz, egész nap kitartottam a sztorim mellett, hogy az iskolába hagytam, mindenki meg volt nyugodva, miközben pontosan tudtam, hogy rohadtul fönfelejtettem a buszon. És nem mertem elmondani, pedig ott simán akkor gondolom valahova bevitték volna, és megtaláljuk, így Szőrén szállán.
Tehát, hogyha valaki most hallja az adást, és nem tudom, 30 nála évvel ezelőtt emlékszik rá, hogy Kassa Tibike iskolatáskája. Ott volt a távolsági buszon. Melyiken milyen járat volt? Helyjárat volt, és hát valami ilyen Liget Bérkert utca, nem tudom, vonalom mozgó, nem tudom, már most fogalmam. Szerintem nincs, megvan, Tibi. Szerintem. Figyelj, simán lehet, hogy ez valahol... Állj. Most annak... egy buszvégállás, ha most nézett oda a sarokba, egy idős, őszülő, bajszú buszvezető. Emlékszem, mikor 74-ben behoztam. 74-ben nem is éltem. Hát a Tibi év volt. Olyan szemetek vagytok. De hogy, figyeljetek, egy valamit szögezzünk le. Bármi, amit elvesztesz, az valahol a világban van. Tehát a mi elvesztett dolgaink valahol megvannak. Nem is vagy, nem? Hülye. Erről beszélek, van itt Gógyi. A legjobb gondolatod. Van itt Gógyi, nem? Na ez egy iskolatáska nektek valami gyerekkorban? Hát nyilván toltartó, kesztyű, sapka, tornazsák, ugye akkor még külön volt a tornazsák, így rákötötted az iskolatáskádra, azt külön kellett vinni, vagy nem fér be, vagy nehéz volt, emlékeztek? Ez az oldalt veszítettem el. Oldalt lógó tornazsák, ez megvan? Hát akinek volt tornaórája, persze. Hát az, hogy találták azt? Miért kellett azt külön vinni? Miért nem lehetett betenni a táskába? Nem fért bele, nem fért bele. Voltál cuccal. Hát aztán volt a tornateremben egy ilyen kis doboz vagy láda, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen szennyes tartó, és tele volt gyerekek által elhagyott zokni, nadrágokkal, pólókkal. Hát a zsámoly, nem? Vagy a dobbantól, mire ugrottál, azt is igen, abban igen, tárolták. Igen. Tartották, és ebben az volt az érdekes, hogy ez kicsit olyan volt, mintha a végzős diákok veszítették volna el, mert utána senki nem keres. Mindenki tudta, hogy ott vannak az elveszett cuccok, de utána másnap bejöttek, és akkor nem keresték ott. Évről évre egyre több és több volt, és gyakorlatilag egy teljes kosárlabda csapatnak, vagy soha nem lesz meg. Egy foci csapatnak a meze készlete benne volt, és soha nem jelentkeztek utána már. Én egyszer a parkolóautomat vesztettem el úgy, jó, van olyan, hogy néha hogy nem találod. Ugye mindenki volt már úgy, hogy keresgélt, ezt most tudja, hogy ellopták, hogy nem találod, aztán rá egy-két percre megtalálod. Én egy Forma 1 után úgy vesztettem el a parkolóautomat, hogy én fölhívtam a család, hogy jöjjenek értem, mert nincsen autó. Mentünk, és figyelj, szép az, hogy megesküdtem volna rá, hogy ideálltam. És ott nem álltam, hogy már hívtam már rendőrt, majdnem izé, hogy akkor elvitték rablót kiáltasz, és fia, arrébb voltál 100 méterre, de én már lemondtam róla, tehát én megesküdtem volna, hogy az autó már nincs, én le is mondtam róla, majd téptem szét a forgalmiát. És ott van valami. Hú. Jó, Jani, ne. Ebben a sztoriban nem az, hogy elvitték, a legjobb szó a rabló. A rabló. Rabló. A raboló. Rabló. Autoraboló. Mi történt, hogy elvitték az autóban? Rabló. Rabló. Segítség, rabló. Rabló. Ki volt az? A rabló. Nem mondjad, hogy menthetetlenül nem keresget, nagyon nyomorultan nem kerested már egy óriás parkolóba a kocsirat úgy, hogy meg voltál arra győződve, hogy ez már nincsen meg. Dehogy nem, nagyon sokszor. De szerintem ezt inkább csajok csinálják. Kösz. Nem úgy, én is hagytam már el saját autót, jó, de hogy a csajok többször. Tehát eleve ugye nem tudják, hogy hol parkolnak, nem jegyzik meg az utcát. Szerintem nők százai járnak úgy, hogy keresik a saját autójukat. És nyilván rablót kiáltanak ők is. Rablók? Rabló. Most az a bajod, hogy választékos vagyok? Nem, a rabló nagyon jó. Problémát, hogy kicsit visszanyúltam, kicsit a nyelvi gyökerekhez, ez a problémát? A rabló óriási. Na Jani, a kis Janik a könnyes szemmel megy haza. Szíjat hasítanak a hátából, mert elvesztette a... Én a kertünkben veszítettem el a szüzességet. Igen. És a mai napig keresi. Emlékszem, nyitva hagytam a kaput, az bejött egy pöcés. Kiment rajta a szüzesség. Én rengeteg ilyen meciólót, fogót, csavarhúzót, ilyeneket. Az volt a közös jellemzője minden egyes esetnek, hogy előtte apám mondta, hogy ne vidd ki a kertbe, mert a kint hagyod, megrosdásodik tönkre. Meciólót, csavarhúzó, mint nálam vonalzó, meg körző, meciólót, csavarhúzó. Mindenki hittem volna ki szögmérőt. Sose hagytam-e meciólót. Megyek egy kicsit kigyobláló a paradicsom palántás között. Viszek egy szögmérőt. Egy körzőt, meg egy vonalzót. És mindig kihagytam. És a közös pont még az, hogy minden egyes után megvert az apád, nem? nem ruházott meg, de ez a következő évben előkerült, ugye, és mindegyik rommá volt rohadva, mindegyik szét volt rozsdásodva, használhatatlan volt, és apám mondta, hogy nem megmondta. Szóval, és Balázs, nálatok mi a helyzet? Csak azok kedvére mondanak, hogy nem lehet, hogy Balázs éppen hívást fogadott a rovatom alatt. De fontos volt. Imádom ezt a csávót. Gyerekek, mindennaposak vagyunk. Neki most azért mindent. Ott van a kis pocaklakó. Imádom. Te bármikor szülhetünk. De láttam, hogy Jézus hívott. Szemét, nem. Minden idegen számot felveszek, mert arra gondolok, hogy Viki lemerült, és éppen elkérte valaki telefonját, hogy épp elfolyt a magzatvíz, megyünk szülni. Tehát akkor a témámat most tovább vihetem, következzen a 8. hónapi paranója. Nem, muszáj volt fölvennem, tényleg ezért veszek a telefonját. Megint a Robert-től hívt. Megjött az adat, és megjött az adat. Igazából szakszervizből hívtak, hogy megjött a lengés csillapító. Hogy ezt már ők sem tudják feldolgozni. Könnyes szemmel megy haza a kis Rákóczi Ferike.
meg kiderült. Nem lehetett elveszíteni semmit. Mert mindent hozzátartak, hogy mi? Nem olyan családbúszármazó. Édesapám, elvesztettem a gulyát. Ezt akarom mondani, hogy hány disznót hagytál el, amikor te vigyáztál a kondára. Az más, eladtuk, az más. Eladtuk, hogy legyen itt arra pénz. De nálunk nem volt jellemző. A kesztyű például föl volt varva a kabátra. Jaj, tényleg. Vagy keresztül volt bújtatva, úgy emlékszel? Keresztül volt bújtatva egy hosszú szál, hogy ne lehessen elhagyni. Az emberiség és a gyermeki lét ellen a legnagyobb bűncselekmény a bevart kesztyű. De tényleg, én értem, hogy ne hagyja el, de amilyen ronda, egyben nyilván praktikus, de hogy azt mennyire utáltad, amikor zsinórok, drótok közepette készültél, öltöztél, szörnyű volt, szörnyű. Bevezették ugye végig. Igen, a kesztyűbe. Volt. Hát áthúzva a kabátodon. Tudtam, hogy súlyos gyerek volt, de a drótozás. Jó, nekünk nem volt pénzünk spárgára. Még nekem is. Apa a kerítést lopta le az édesapja, érted? Apa mellotta a hét felső vezetéket, bedrótozott, aztán azzal mentem. Hát, és mindig csak első középsalatásban tudtam tartani. Jó, hát nektek moherfonából volt ilyen. Hát nekünk hol volt ilyen, érted? Nálunk két maltaros munkás kesztyűt adott apám, hogy nem fázol a kezem. És a rovat végére szeretnék egy közérdekű jellegű bejelentést tenni, aki 86 körül egy Commodore 64-es számítógépes magnót talált Szegeden a sportuszodában, egy szatyorban, az rohadjon meg, mert egy napig nem mertem hazamenni, hogy elvesztettem, jó? Egy minek vitted uszodába a Commodore? Mert vittem számítógépes szakkörre, hogy másoljunk lejátékot, és vittem a saját magnómat, mert úgy volt jó a fejállás. Jaj, jó. Akkor zárjuk ezt. Egy Commodore kedvenc játék, bármit mondhatsz, ismerem, biztos. Mi volt? Azték. Úristen, az meg vagy a YouTube-on az összes Commodore játékot vissza tudod nézni, és lejátszák neked pályáról pályára? Ismered, Feri, volt egy ilyen számítógép Commodore. Mi ez a megvan? Számítógép? Az olyan, mint a disznó, csak digitális. A Commodore, a kutya. A Commodore, ilyen, de azt lejátszott, te a Commodore. Bizony, nálunk az volt, a videójáték eldobtad, a csontot visszahoztak. Csak nálunk, mikor megszökött, akkor volt egy Commodore 63, amennyiben. Commodore 48, igen, haj, de jó. Valaki megtalálta, az legyen vele boldog, és egyben rohadjon meg egy ilyen kis kettősség. Jó? Félve kérdezem, hogy mennyire tudtam örömet okozni, mennyire tudtalak meglepni benneteket. Nem, de... A csörbökést, azt most ne említsük, ami egy igazi személyiség volt, amit csináltuk. Mert ne legyetek most rablók. Jó van. A csörbökés nem, de a többi abszolút. Jogos. Még a nyárfa pöszmesére visszatérünk, amit már harmadszor is vissza fogok egyszer hozni. 3-4-10 lesz pontosan, 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. A Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Fiúk, nálam van a Tibi G-be, hallgatlak benneteket, írja M. Ezzel a Commodore-os videós dologgal már elvesztettem a párom társaságát. Hát csak mondom, ha valaki egy kicsit ráér nosztalgiázni, tényleg gyerekek, YouTube, az összes Commodore-os játékot lejátszák neked. Hát könyvbelábat szemmel nézed végig. Az Azték, a Wizard of War, a Bombázzuk le Moszkvát, az Ősember Olimpia, a Winter Game, Summer Game, hát az összes olyan fent van. Játszható formában is fenn van. És elképesztő, igen. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó ma reggel. Kora reggel beszéltünk egy amerikai fiúról, illetve pontosabban lányról, aki ugye laposra verte a pasiját, mert a párja csalt Monopoly-ban, és arról beszélgettünk, hogy mi a helyzet egyrészt nálunk, kettő hallgatóinknál, ki hogy csal, mit játszanak, és kipróbál meg mindenféleképpen minden piszkos eszközzel nyerni. Hát kiderült, hogy mindenki csal. Hát te vagy a legrosszabb ebben is, de nagyon nyomod. Igen, legyen szó társasról, activity-ről, kártyajátékról, minden családban legalább egy nagy veszteni nem tudó és egy csaló van. Rengeteg hallgatói hozzászólás érkezett. Valamint Roli ugye elindult Miskolcra, hogy tudósítson nekünk, mert hogy Henny volt, ami kiválasztottunk, aki megkérte János kezét. János kicsit kevesebbet beszélt, de maga az aktus, a lánykérés, illetve pontosabban a fiúkérés, az nagyon helyes volt. Kaptunk is egy ilyen félszeg igent, ugye Jánostól? Igen, így van. Ő viszonylag kevéssé volt kommunikatív, 14 évből gyakorlatilag egyet beszélt végig. Igen, és megígérte, hogy ugyanolyan lesz, mint eddig, nem javul meg. Viszont Henny nagyon helyes volt, és hát megkérte János kezét, úgyhogy ezekkel a pillanatokkal foglalkoztunk ma reggel, és ezeket most újra megmutatjuk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na, hát gyerekeket, ha megfogadom, vagy nem fogadok meg, és ugyanaz maradok, ez nagyon jó. Hát, milyen romantikus. Ezért szerette Henny. Igen, igazából ezt szereti. Igen, hát meglátjuk, hosszú jegyesség lesz ez. Ahogy a hallgatóink is írták. Hosszú jegyes. Egy új korszak Henny életében 14 év jegyesség. Hát reméljük, hogy esküvő lesz minden előtt. Na, itt van a nap hallgatója is, ha mondja, hogy Morning Show, övé az ajándékcsomag.
De jó lenne fölvenni. Utolsó most? Most. De nem, most? Ez. De azt mondod, ja, hogy azt mondod, hogy de most. De beszélt ki, hát ez volt, most ez az utolsó. Nem, hát azt mondom, jó, hogy most jön egy csörgés, de és jó, akkor ez. De ez már nem lett mennek vége. Hát ne, de most ez. Na, ami most jön, tehát jó? Jön csak egy csörgés, jó. Duma... Oké. Okay. Na, ne dumálj bele, Mini. Igen, ugye én mindig végig. Csak nekünk szarakoztatok. Jó, oké. Okay. Na, nagyon helyes, amit írt, szeretünk volna segíteni, azt írja, hogy Kerepesen tegnap este 6 óra óta nincs villany. Így net sincs, fűtése reggel óta, víz sincs, de akuról még tudlak titeket hallgatni. Döbbenet egyébként. Jó, szeretem. Igen, de mint egy háborús helyzet lenne közben, olyan az SMS, nincs villany, nincs víz, nincs áram, lemerült minden. De még aksira. De nektek lennetekkel. Igen, Béla, hát ha hallasz minket, akkor te vagy a naphallgatója. Nem mondtad, hogy morning show, nem is vetted föl, viszont van egy csomó ajándékcsomag, nem tudjuk, mi van veled, nem tudjuk, élsz-e még, nem tudjuk, hol vagy, de reméljük, hogy minden rendben, és küldjük neked az ajándékcsomagot. Milyen durva, nem? Tegnap este 6 óra óta Kerepesen. Hihetetlen. Semmi. Igen. Na, gyerekek, mi van? Szabi. Szabi, tudod, szabadság van, elfáradt szegény. Szabi Csabi, megint? Szabi Csabi. Elfáradt itt a december, hát egy csak kell egy Szabi. Hát érted, lassan már a karácsonyfát is meg kell venni. De ez most komoly, hello Gábor, jó reggel. Szíjjel. Nekem azt mondta, hogy beállt a dereka. De mondom, hogy felemelgett a karácsonyfát. Vagy úgy. Nem tudott ma felkelni reggel. Felhívott, hogy jaj, nem tudok mozdulni, annyira fáj a derekam. Jó, de nekem már tegnap este is írta, hogy ma te leszel. Nem, akkor is fáj, tudta, hogy ma reggel fog fájni a derekam. Érezte, hogy van valami lesz. Én tökre megértem, és azért csináltok a másodikat, plusz két nap Szabit. De ki kell venni, ki kell használni. Lehet, hogy valami harmadik gyerek készül, én nem tudom. Hát figyelj, az is plusz 3 nap, vagy plusz 5 nap, ezt ki kell használni. Mi lesz itt? Na jó. Na jó, csiszolják a technikát. Igen. Gábor jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, kérjetek tőle dalt nyugodtan, ha valaki szeretne, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Sziasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.